Ennek a beszélgetésnek az ötlete körülbelül 4 évvel ezelőtt született a British Library-be, amikor a Gergővel magányos antropológusként, etnográfusként nagyon sokat beszélgettünk a terep tapasztalatainkról is, arról, hogy milyen nehéz informális, illegális gazdaságot kutatni, és micsoda nagy felelőssége van annak a kutatónak, aki megpróbál erről írni is aztán. Tehát, hogy a Noémi, ahogy írta egy korábbi módszertani cikkébe, a beszéd az egy hatalmi aktus, az írás ugyanúgy egy hatalmi aktus. Szerintem nagyon sokunkat nyomaszt az a fajta felelősség, ami azért nehezedik a vállunkra, mert egy olyan csoportot kutatunk, aki kriminalizál sokszor az a kontextus, ahol ők mozognak. Először bemutatnám a beszélgetés résztvevőit. Noémivel kezdem, lányokért elsőbség. Katona Noémi antropológus, szociális segítőként kezdtél, azt hiszem, Berlinben az utcai prostitúcióval foglalkozni. Van egy nagyon érdekes módszertani cikked, amiben te is arra reflektálsz, hogy a kutatói pozíciónak milyen komoly szerepe van a tudástermelésben, és hogy a reprezentáció felelősségéről beszélsz te is. Sík Endre, minden nem kell bemutatnunk, az informális gazdaság itthoni klasszikus művelője. Traktátus című könyvét, alapműként használtuk most például a felkészülésben, és Bandi sokat fog nekünk majd segíteni abban, hogy történeti kontextusba is el tudjuk helyezni ezt a fogalmat. Pulai Gergő pedig szociálantropológus, bukaresti szegény negyedben élt egy évet, és onnan 2, és ott alapvetően az utcai életet, az értéktermelést, a munkának az identitásra gyakorolt szerepét. A informális munka, mint egyfajta életforma kategóriáját kutatta, és ők hárman ma itt a beszélgető partnereim. Amikor Gergővel azon gondolkoztunk, hogy ugye ez egy módszertani beszélgetés, és hogy szeretnénk elkerülni az etizálást, a moralizálást, mert hogy abban már úgy sok részünk volt, minden egyes hasonló témában születő PhD-nél egy nagyon komoly etikai bizottság vizsgálja azt, hogy vajon etikus kutatást csináltunk-e a UCL-en. Ez egy nagyon komoly procedúra. Múltkor voltam egy, sajnos ő nem tud köztünk lenni, Nagyverának a védésén, aki kriminológus, antropológus, és ő a Londonban élő migránsokat, a welfare-rel, a jóléti állammal való kapcsolatukat kutatta. A legtöbb kérdés etikai kérdés volt, hogy hogy lehet egy kriminalizált csoportot etikusan kutatni. De mi ma mégsem csak erről szeretnénk beszélni, és először is mindenképp szeretnénk tisztázni az informális gazdaság fogalmát, hiszen ennek komoly módszertani következményei vannak, hogy mit tekintünk informális gazdaságnak. Sokféle definíció létezik, azért komoly kérdés az, hogy például a magam területén járva, ugye az az informális pénzkölcsönző, aki 2011 előtt, a büntetőkörvény változása előtt még informális vállalkozónak, kényszervállalkozónak akár számított, az ma már bűnöző, mert ma már a büntetőtörvénykönyv változásával az egyszeri uzsora is bűncselekménynek számít. Milyen helyzetben a kutató felelőssége, amikor egy ilyen uzsorással interjúzik, mondjuk én, és az uzsorás azt mondja, hogy haladjunk egy kicsit, mert ott vár a kocsiba a három lány, akit fejenként 500 ezerért adok el Pesten, mert viszik őket pont Amsterdamba. Nem csak, igen. Tehát, hogy ezek ilyen sok lábon álló vállalkozók, sok felé terjed a üzleti tevékenységük. Hogy lehet egy ilyen kriminalizált csoportot kutatni? Gergő, tőled kezdeném, hogy az informális gazdaság fogalmát a gazdaságantropológia hogyan használja, és hogyha beszélnél a legújabb elméleti fejleményekről. Jó, köszönöm szépen. Én azzal szeretném elkezdeni, hogy amikor arról beszéltünk Judittal, hogy itt módszertani kérdésekről kellene elsősorban beszélni, akkor az volt az egyik érdekes dolog, hogy nekem a módszertan fogalma kapcsán is elsősorban a fogalmaknak a tisztázása jutott eszembe, tehát nem elsősorban csak azt értettem alatta, hogy mit csinálunk a terepen konkrétan, hanem hogy egyáltalában milyen módon alkotjuk meg, vagy építjük fel azokat az analitikus fogalmakat, melyeknek a segítségével utána kutatást
próbálunk végezni. És hogyha a fogalmak tisztázásánál próbálom kezdeni, akkor, mint azt általában szoktam így ismételgetni, akkor mindig ugye abból indulok ki, amit Loic Vacantól lehet megtanulni, hogy hogyan különböztetjük meg az analitikus fogalmainkat és a népi kategóriákat. Tehát hogyan különböztetjük meg azokat a fogalmakat, melyekkel az elemzésünket végezzük, és azokat a fogalmakat, amelyekkel a cselekvők dolgoznak, úgymond, vagy ami valamilyen értelemben a gyakorlat vagy a cselekvés teréhez tartozik. És ugye azt látjuk, hogy igazából, mint a társadalomtudománynak annyi fogalma manapság, úgy az informalitás fogalma is őrületes küzdelmeknek a keresztüzében van, ezeken a terepeken mind, tehát mondhatjuk, hogy politikailag is, meg az elemzés tekintetében is. Jellemzően egy olyan fogalom, ugye, amiről mindenki azt gondolja, hogy tudja, hogy mit jelent, tehát ugye ugyanúgy, mint ahogyan a neoliberalizmus vagy a populizmus gyakorlatilag őrületes infláción ment keresztül, borzasztó sokszor használjuk, és igazából ezzel arányosan egyre kevésbé tudjuk ugye sokszor, hogy igazából mire is, vagy mit is értünk alatta. Ennek megfelelően vannak olyan trendek, amelyek a fogalomkészletből valamiféle elméleti vagy struktúrális megfontolás nyomán teljesen ki akarják iktatni ezt. Jellemzően ugye a munka vagy a munkásosztálynak ezek az ilyen kiterjesztett elképzelései vagy definíciói azok, ahol igazából ugye tulajdonképpen a munka, a labor az, ami meghatározó, és akkor igazából már ez az informalitás, ez kevésbé jelentős. Más esetekben azt látjuk, hogy inkább valamiféleképpen a fogalomnak vagy a fogalmi készletnek a sokszínűsítésére, variálására tesznek kísérletet, amihez egyébként, mint ugye az annyiszor elő szokott fordulni, valóban az etnográfiai vagy mondjuk kvalitatív szociológiai kutatásokkal lehet a leginkább hozzájárulni, tehát ahhoz, hogy ugye minél diverzebben tudjuk megragadni ezeket a fogalmakat, mint amilyen az informalitás is. És hogyha azt mondtam ugye, hogy a fogalom történetnek itt nagyon nagy jelentősége van, akkor lényeges azt ugye hangsúlyozni, hogy igazából magának az informalitás fogalmának a megjelenése, ami igazából majdnem, hogy egyszerre történt akadémiai és azzal egy időben policy környezetben. Ez nagyon erősen kötődik a 70-es évek elejéhez, a 70-es évek elején történt világválsághoz, és egyáltalában véve a fejlesztés akkori kontextusaihoz, amikor is ugye azt veszik észre egyre többen, hogy ugye tipikusan harmadik világbeli közegekben egyfelől a városok és a városi lakosság nagyon gyors ütemben növekszik, de ugyanakkor ez a munkalehetőségek hasonló arányú, a formális értelembe vett munkalehetőség hasonló arányú növekedésével nem jár együtt. És nagyon lényeges, ugye, hogy ezt a szabályozott foglalkoztatás értelmében mondjuk itt a munkát, vagy a munkalehetőséget, tehát úgy, ahogyan az tipikusan a vállalatok, meg a kormányok szokták ugye látni. És mint ahogyan az általában az ilyen veszélyesnek gondolt ugye osztályokkal kapcsolatban elő szokott fordulni, itt is nagyon erős aggodalmak voltak azzal kapcsolatban, hogy ezekből a közegekből valamiféle lázadásoknak, vagy akár valamiféle forradalomnak a lehetősége merülhet föl. És mint általában ugye a munkanélküliség, a nagy gazdasági világválságok más korszakaihoz hasonlóan ezekkel a fajta ilyen félelmekkel társult a döntéshozók és általában a tiszteletre méltó többség szempontjából. Na most ez volt az a környezet, amiben többek között maga Keith Hart és aztán mások is igazából annyit arra jöttek rá, és azt vetették föl, hogy tulajdonképpen, amit munkanélküliségnek neveznek ezekben a beszámolókban, ezzel szemben, hogyha ténylegesen elmegyünk, és ott vagyunk azokon a helyeken, ahol ezek az emberek élnek, akkor azt látjuk, hogy ennél sokkal több minden történik ott, mint pusztán annyi, hogy munkanélküliség van. Sokkal több történik, azaz, sokkal több történik annál, mint amit a hivatalos képzelet, a bürokratikus ugye, fogalomtár képes volt felfogni. És ilyen értelemben az informális gazdaságnak a fogalma olyan tevékenységekre próbálta meg felhívni a figyelmet, amelyek láthatatlanok voltak ennek a fajta hivatali tekintetnek a számára. Na most nagyon lényeges az, hogy ugye ez egy ilyen viszony fogalom,
a formális gazdaság ebből a szempontból ugye alapvetően a racionalitás alapján határozható meg, Weberi értelemben, tehát a kifárnak az eredeti megfontolása az ilyen értelemben egy Weberi modellt követ. A formális gazdaság és az vele járó életformában, tehát a rend, az a szabályosság, a kiszámíthatóság, vagy az irányításnak az érzete szempontjából ragadható meg, amit ugye nagyon sok esetben természetesnek is veszünk, tehát ilyen értelemben nem kérdőjelezzük meg. Na most igazából utána is gyakorlatilag egészen a mai napig azt lehet mondani, és ezzel ebbe is fejezem, hogy újra és újra gyakorlatilag megpróbálták a kutatók azt, hogy hogyan lehetne mégis ezen a formális, informális kettősségen túllépni, elsősorban is azért, mert ebben a felállásban az informalitás az mindig egy negatív konstrukció, ugye? Tehát mindig az alapján tudjuk meghatározni, hogy micsoda nem. Tehát, hogy az micsoda nem. És igazából a legújabb trendek is, vagy a legújabb kísérletek is arra irányulnak, hogy valamiféleképpen az ilyen normatív megfontolásokkal szemben arra próbáljuk meg rávilágítani, hogy az ilyen tevékenységek maguk hogyan kreálnak, vagy hogyan járulnak hozzá egy életformának, tehát bizonyos formáknak a létrejöttéhez. Amelyek persze egyáltalán nem feltétlenül azok a formák, amiket mondjuk a gazdaság formális definíció szerint megkapnánk, de amelyek mégiscsak hozzájárulnak ahhoz, amit ilyen értelemben gyakorlati szempontból gazdaságnak nevezünk. Ilyen értelemben látjuk azt, hogy újra van egyfajta érdeklődés az iránt, hogy elsősorban magát az informalitást ne valamifajta szektorként próbáljuk meg megragadni, hanem valamifajta módozatként, egy olyan megközelítésnek a jegyében, amelyik arra koncentrál, hogy különböző szereplők, intézmények, és egyáltalán nem csak a városi szegények, habár tényleg ugye a fogalom történet szempontjából az ő szerepük, vagy ezek a terepek ugye nagyon lényegesek voltak, tehát hogy nem csak ők, hanem mindenféle más szereplők is hogyan használják az informalitásnak az eszközeit, hogyan működnek, hogyan egyezkednek, és nagyon sokszor ugye hogyan kerülik meg, vagy tehát módosítják a különböző normákat, amelyek elvileg a legalitás, vagy a formalitás és az informalitás területeit aztán ugye kijelölik, de hogy ez egy klasszifikációs küzdelem ilyen értelemben. Köszönöm ezt a nagyon kimerítő antropológiai magyarázatot. Bandi, neked egy kicsit más a megközelítésed. Engem neked... kimerített viszont. Nem, szerintem borzasztó fontos volt. Nagyon köszönjük. A kimerítőt úgy értem, hogy alapos és mély. Én azt említem, hogy szociológusként mi a tétje ennek az egésznek. Ugye klasszikusként neveztél meg, a klasszikussá válásnak szükséges, de nem elégséges feltétel, hogy az ember öreg legyen. Az is szükséges, hogy életben maradjon. Továbbá, eközben folyton írogasson mindenféléket, amelyek valamilyen mértékben, valamilyen módon továbbadóknak. Ettől lesz valaki klasszikus. De van még egy eleme ennek, ami az én esetemben nagyon fontos. Én most ezt a cinikus adomázó stílust választottam, mert olyan elánna nem tudok, nem is akarok beszélni, ahogy Gergő beszélt. Ez pedig az, hogy jókor kell jó helyen lenni. Na, én jókor jó helyen voltam, mert hogy 1982-ben részt vettem Frascatiban, az a római körgyű déli részén van egy kolostorban, azon a konferencián, ami az első nemzetközi konferencia volt az informális gazdaságról, a Keith Hart tartotta a keynote speech-et, és ugye megtapasztaltam születő félben lévő irányzatokat, amelyek aztán utána mindannyian önálló életre keltek és máig meghatározzák tulajdonképpen a diskurzusnak a kereteit, leszámítva az antropológián és az etnográfiát, ők láthatóan nagy bajban vannak etikai problémákon. Az ottani emberek nem ismerték ezeket a gondokat, azok csak egyszerűen kérdéseket tettek fel, és a maguk módszertanát alkalmazva próbáltak ezekre a kérdésekre válaszolni, amiről röviden fog beszélni. Mindez, amit elmondok, ezt már megírtam, úgyhogy ha valakit érdekel, utána megmondom, hogy hol olvashatja. Ez most csak egy lábjegyzet, amiről most beszélek. Az a lábjegyzet még arról szól, hogy akkor, amikor ugye tényleg csak annyit tudtuk, hogy Keith Hart mit talált, amikor a akkrai
Bádogvárosba körülnézett, és ezt elárulta az ILO-nak, hogy akkor talán ott vannak azok, akiket ők nem találnak. A különböző országokból jött emberek egész másképp kezdtek el beszélni az informális gazdaságról. Az amerikaiak azok a pénzforgalom alapján csináltak egy makromodellt, és kiszámolták, hogy akkor most náluk mekkora az informális gazdaság. A németek zöld radikálisok voltak, akik kimutatták, hogy akkor az informális gazdaság a kapitalizmus aluli felszabadulás következő fázis, megszabadulunk a láncainktól, felszabadulunk, teljes emberként megnyilvánulunk, hurrá. A svédek a közösséget fedezték fel. Azt mondja, eljöttek, hogy akkor az azt jelenti, hogy nem kell például minden lakáshoz külön WC meg fürdőszoba, hanem közös WC meg fürdőszoba, sokkal kisebb költséggel egy-egy szép közösséget alkotva fogunk tudni a jövőben informálisan együtt élni. A kanadaiak a családot fedezték fel, hogy a családi gazdaságnak a fejlődésében látták meg. Érdekes módon az angolok, akik közül Máik is az egyik ezt csinálja, ő is ebben találta, hogy hazamehet a technológiai fejlődés eredményeképpen egy csomó tevékenység, amely korábban kiágyazódott a háztartásból, az most visszaágyazódik, és a piacnál és az államnál sokkal humánusabb és hatékonyabb módon lehet majd informálisan tevékenykedni. Nem mondom még az összes országot, a magyart mondom el, hogy a Gábor Pista meg a Galassi Péter volt ott, akik PG-sek voltak, nem is értettek máshoz, a politikai gazdaságtani elemzését adták, majd később lesz, hogy mi a másik gazdaság, annak, hogy ez a rendszer specifikus változat az informális gazdaságnak miért van, hogyan van, mit csinál is egyáltalán. Én meg ugye a Kalárkáról írtam, akkor én pici felesleges dolgokkal foglalkoztam a szocializmusban is már, és én meg arról írtam, hogy itt a háztartások szemben a kanadaiak elképzelésével nem egy külön-külön, hanem ilyen network-szerűen összefogódva, de érdekeket követve fognak egyöltetően létrehozni valamiféle újat, amit akkor éppen informális gazdaságnak neveztünk el. Köszönöm. Tőled azt kérdezném, hogy a prostitúció az egy nagyon izgalmas iparág, ugye, ebből a szempontból is, mert míg a strici az mindenképp az ő tevékenység az illegálisnak számít, ha valakit leültetnek az ő, addig a prostituáltat azt sokszor áldozatként kezelik többféle narratívában. Te kutatási területedet hogy helyezed el itt az informalitás, illegalitás területén? Most akkor egyből majd reflektálnék is a kérdésedre, mert Vánti, ez nem feltétlen így van, tehát hogy azt tényleg, hogy ez a, ahogy én még kapcsolódik ez a felvetett kérdésekhez is, hogy az egész illegalitás fogalma, szervezett bűnözés az egy részének tekinthető, ez kicsit vissza a kérdés Gergőnek, meg Bandinak, hogy az része az informális gazdaságnak, hogy ez egy másik kategória, ezeket mennyire jó együtt használni. Azt tényleg az én területemen az megint az egy féle kérdés, hogy magát a prostitúciót olyan szempontból nézve, hogy ki az, akit kriminalizálunk, ez ugye a jogszabály határoz meg, és akkor ezt később akartam reflektálni, de most a kérdésed kapcsán már így előrehozom, hogy ugye nyilván ugye van az a fajta jogszabályozási, vagy jogszabályozáson magát a prostituáltat büntetik és tiltott, tehát például arab országokban, de az Egyesült Államokban is, tehát maga a nő, aki szexuális szolgáltatást árul büntetendő, tehát ilyenkor ő is kriminalizált, és az is illegális tevékenységnek minősült. Van az a fajta szabályozási mód, mint mondjuk ezt mondjuk a német vagy a holland fél szabályozási típus, ahol ami lefedi ezt, amit ahogy felvetetted a kérdést, tehát ahol a maga, aki a prostituált nem büntetendő, de az, hogy a, és akkor ez megint ugye megnyitja, és ebben nagyon fontos, amit a Gergő mondott, hogy hogyan határozom meg a kategóriákat, milyen fogalmakkal dolgozom. Itt a futtató az egyféle szerepkör, ezt főleg az utcai prostitúcióra használják, ugye? De ezért használják szakirodalomban ezt úgymond harmadik felek a prostitúcióban, mert sokkal tágabb, hogy ez ki mindenkit jelent, aki valamilyen módon részesül a prostitúcióból, akár azzal, hogy ő a sofőr, akár azzal, hogy szóval bármilyen kapcsolódó erre az egész iparágra települő tevékenységként. Tehát, hogy ebből milyen formájú büntetendő, tehát akár mondjuk a bordélyüzemeltetés, vagy a futtatói szal, az már eltér ezen belül is.
És akkor van a svéd modell, ahol meg ahol a futtatót szintén büntetik, a nőt nem, viszont büntetik magát, aki vásárol szexuális szolgáltatást. És azért tartottam ezt most fontosnak, hogy erre itt most már visszatérjek, mert a magyar szabályozásban bár elvileg a nőt nem büntetik, hanem a futtatót büntetik, tehát ez a német, tehát egy hibrid modellnek hívják tulajdonképpen, hogy a némethez általán még ilyen szempontból közel. Viszont gyakorlatban a szabálysértési törvény miatt büntetik a nőket. Tehát igazából sajnos ez így a joggyakorlatban nem áll fönn, hogy a nőket ne büntetnék. De most visszakanyolva a definíciós kérdésekre, és rákapcsolva olyan félre a Gergőnek az a felvezetőjére, ugye a prostitúció kutatásban ez a két ilyen leghasználtabb fogalom, a prostitúció vagy szexmunka, mind a kettőnek egy ideológiai konnotációja van. És itt az már, aki mondjuk szexmunkáról beszél, meg szexmunkát kutat, az egyfelé egy állásfoglalás is jelent az, hogy hol képviseli magát ebben a vitában. Ami és erre fogok még később visszatérni, nyilván visszat magára a kutatása is. És itt ugyanígy felmerül az a kérdés, hogy ezek mennyire átvett fogalmak az érintettektől, meg mennyire tehát mennyire róluk való beszédben használt fogalomrendszer. És amit én harmadik fogalomnak behoznék, és ez nagyon fontos, hogy az ember ez módszertanig reflektál igazából mit ért alatt, az emberkereskedelem, ami szintén magához a szervezett bűnözéshez kapcsolódik. És itt ugyanígy fennáll az, amit a Gergő is mondott, hogy ezek így, nem is az, hogy devalválódnak ezek a fogalmak, csak annyira általánosan használtá válnak, annyira sokféle módon, hogy igazából nincsen fejtlen konszenzus arról, hogy ez pontosan mit jelent. És az emberkereskedelem az ugye egy büntetőjogi fogalomként jött meg, az egy büntetőjogi paragrafus, viszont ugye nem, ez ami tényleg nagyon fontos is, hogy nem csak azokra használják, hogy emberkereskedelem áldozata, akinek jogilag végigment a jogi eljáráson és elismert áldozattá vált, az egy nagyon szűk csoport, és ez már azt jelenti, hogy valaki végigjárt ezt a jogi utat. Viszont feltételezhetően attól még több ember érintett abban, hogy súlyos kizsákmányolás áldozata, de az ő számukat, és ez már erre fogok majd érni később visszatérni, hogy az ő számukat kevésbé tudjuk mérni, kevésbé látjuk, és pont ezért nehéz is megmondani, hogy kiket értünk ez alatt, és most csak egy ilyen záró gondolatként, egy ilyen rövid reflexió erre. Pont azért, mert az emberkereskedelem annyira diffúzá vált ennek a jelentés, és annyira túl általános, és annyira nem megfoghatóvá, hogy ezért már van így a prostitúció kutatáson belül is egy úgymond ilyen Critical Trafficking Studies névre hallgató, tehát kritikus emberkereskedelem kutatási irányzat, ami épp ezekre reflektál, hogy igazából milyen számokkal dolgozunk, milyen fogalmakkal dolgozunk. És én itt most Jennifer Zuklántól idéznék csak egy rövidet, aki ezt problematizálja, az emberkereskedelem fogalmának az ilyen széleskörű használatának, meg főleg az ilyen statisztikai adatokként való becslésekből, statisztikai adatok, tehát ilyen becslett számokat tényként kezelés, ként kritizálva, hogy az emberkereskedelem áldozata az így megkülönbözteti azt, hogy az ember kit tekint áldozatnak, és kit tekint mondjuk ugyanazoknak a globális kapitalista viszonyoknak a, ő úgy mondja, hogy losers and victims of capitalism. Szóval, hogy kik azok, akik a vesztesei, és kik azok, akik meg a kiemelt áldozatai. De hogy ez már, de igazából itt ez egy skála, aminek a végén leválaszunk egy csoportot, és kiemelünk egy kategóriának. És ennek azért nagyon komoly következményei vannak annak a csoportnak a megítélésére. Hogyha kriminalizáljuk ezt a csoportot, most csak egy ide kapcsolódó példa, hogy Kanadában a migránsok között, roma migránsok között, ugye ami a tévé hírt ad, amiről a tévé hírt ad, az az emberkereskedelem. Hamiltonban volt egy eset, kivittek miskolci romák csicskáztatni, kereskedni más romákat, akiket dolgoztattak ébérért, és a egész roma migráns közösség, refugee közösségnek az lett a híre, hogy lámezek bűnözők, lámezek így kihasználják a honfitársaikat, vagy a roma társaikat, és aki kicsit megnézte ezeket a sztorikat, ráadásul mi ismertük is ezt a családot, ezek networkök voltak, akiket nagyon csak a jogi kategória nevezett emberkereskedelemnek, különben beépültek ebbe a globális informális munkavállalási láncolatba, és ők maguk tiltakoztak az ellen, hogy emberkereskedelem áldozatai lennének. De a médiában csak ez a kriminalizált kép van. A második kérdésünk az lenne, hogy hogyan változott Magyarországon a rendszerváltás után az informális gazdaság kutatásának a tárgya és annak módszertana. Most azért téged kérdeznélek. Hát ugye először is meg kellett, hogy változzon, lévén ugye itt mi a második gazdaság fogalmat használtuk, na már most mivel az első gazdaság elment,
következésképpen a második gazdaságot sem nevezhetjük ezek után már második gazdaságnak. Mert hogy ugye a rendszer specifikus vonásai, amelyek létrehozták, azok megszűntek. Ez is a forgalom alakulása, erről nem beszéltük, hogy mennyi szinonimája van, amik nem persze nem ártatlan szinonimák, értékterhelt szinonimák, de minden esetre versenyt futnak, hogy ugyanazt a jelenséget leírják. Akkor is voltak más irregular, undocumented, illegal, szóval egy csomó szűr. Volt egy, hát ezt nem mesélem, mert az 5 perc. De elmesélem. Mert már a neve is gyönyörű a szerzőnek. Orosz szerző volt és Amerikában diszidált, és úgy hívták a szerzőt, hogy Katzenelen Boyger. És ő egy színskálát alkalmazott a Szovjetunió beli piacot, nem informális piacoknak az azonosítására, aminek a két extreme, a két szélső pontja az a vörös volt, az ott a szovjet gazdaság, és a fekete volt. És akkor ezen helyezte el rózsaszintől kezdve az összes többi. Tehát nagyon elegáns megoldások vannak. Nem csak ez a buta dualitás, ez informális-formális, ami mindig csak egy rossz megoldás szükségében. Na, a dolog lényege az, hogy ugye meg kellett változtatnunk a fogalmat, és amikor megváltoztattuk a fogalmat, akkor ugye ezek a lehetőségek közül kellett választani. Most ez sem ment egyetlen menetben, erről most nem fogok beszélni, megírtam itt, a közgazdasági szemlében megjelent a mű, amit írtam nem tudom hány száz éve, az a címe, hogy egy lóösvér a lovakról és a szamarakról. És ez nem egy biológiai traktátus, hanem ez annak az elemzése, hogy ez a bizonyos fogalom, hogyan alakult át már a rendszerváltás előtt. Mert ugye Magyarországon már a rendszerváltás előtt elindultak azok a gazdasági folyamatok, amelyek eredményeképpen egyebek között a második gazdaság kifehérítése részeként megteremtődött a majdani békés átmenet a boldogan fölépíthető kapitalizmus felé. És ennek részeként már a fogalom is átalakult. Hát, aki ezt a részt akarja jobban megérteni, akkor javaslom, hogy ezt olvass el. És akkor, amikor ez megtörtént, akkor már csak egy pici probléma volt, hogy azok a folyamatok, azok a jelenségek, amelyek a második gazdaság részei voltak annak idén, amikor ezt elemeztük, annak egy része ugye megmaradt a kapitalizmusban is. Nem volt az rendszer specifikus, egy picit se. Mondjuk például a prostitúció. De egy csomó elem viszont rendszer specifikus volt, és az eltűnt. Mondjuk lesznek, akik még emlékeznek olyanokra, hogy GMK meg VGMK. Ugye a VGMK nem tudott nem eltűnni, mert az egy mesterségesen létrehozott megkerülése volt a szocialista bérgazdálkodáson belül a kifizetéseknek, amikor ez okafogyottá vált, természetesen az is megszűnt. Vagy a háztály. A háztály nem tudott megmaradni, ha egyszer a szövetkezetek eltűntek, a mezőgazdasági termőszövetkezetek. Tehát volt egy ilyen átalakulás. És volt egy másik átalakulás, hogy viszont megjelentek olyan elemek a újonnan elnevezett, de egyébként sok szempontból azonosan működő informális gazdaságban, amelyek azért voltak, mert nem tudtak létezni a szocializmusban, mondjuk például azért, mert az egy zárt gazdaság volt a Varsói szerződésen belül, ottan voltak a szélén a határok. Úgyhogy így például a csempészet az nem nagyon működött, azért az is már működött a 80-as évek közepétől, de azért az nem az a fajta csempészet volt, ami mondjuk manapság csempészet volt, és annak ki kellett alakulnia. Tehát magyarán egyszer a folyamat maga azt jelentette, hogy új elemek jöttek be és régi elemek mentek ki, plusz ugyanazok az elemek is egy picit másként kezdtek el működni. Ezt is megírtam, ha valakit érdekel, de ez csak angolul jelent, meg magyarul sohasem. Úgyhogy valakit akar a részleteket tudni, akkor szívesen elmondom, hogy mit olvassak. Mimi, a prostitúció kutatás, ez hogy alakult át? Én most még picit így azzal kezdem, hogy hogyan lehet kutatni a prostitúciót, ott ugyanígy fennállsz egy elég látens jelenség, és nem egy könnyen hozzáférhető terület. Itt ami egyfelől, ami mondjuk egy ilyen bevett hozzáférési mód, és az, ami mondjuk az én kutatásomban is jellemző, az a különböző ellátó szervezeteken keresztül és szociális munkáson keresztül való interjúzás vagy hozzáférés. Ugye az én kutatásomban én ebből a pozícióból kezdtem, és innen, vagy ezután folytattam később interjúkat érintett nőkkel. Az még nagyon gyakori, hogyha valaki általában szociális munkásokkal interjúzik, akik, és az ő és ilyen úgymond szakértő interjúkat csinál, de attól még ugyanígy kvalitatív interjúk az érintettekkel is. Most ebből
akkor most mégis belekezdek májből közben azt, hogy Magyarországon milyen kutatások voltak, meg vannak. Ahogy említettem az előbb, hogy ez egy ilyen kétpólusú, vagy legalábbis ez a két alapvető ideológiai elkülönülő álláspont a prostitúcióval kapcsolatban. A prostitúciót a patriarhátusnak az eredményeként megközelítő aborigén és a feminista szemléletmód, amiben a nők elleni erőszaknak és a nőknek a kizsákmányolása hangsúlyos, és azok a fajta kutatások, amikor ezt a problémát tárgyalják, és ez a célja a kutatásnak, hogy ezt jobban megérteni. Ez az egyik irány, a másik meg a prostitúciának a munkaként, szexmunkaként való elismerése, meg egy ilyen liberális nézőpont. Ugye Magyarországon is ez ugyanígy megjelenik egyrészt civil szervezetekben, akik ezzel a témával foglalkoznak és az érintettekkel foglalkoznak. Egyfelől a NANE, illetve a MONA, több szervezetet meg kutatót lehet még említeni. Kutatók közül most például Betlen Annát emelném ki, de még ugye többen vannak, akik ilyen témában kutattak. A szexmunka területen, meg ugye a Szexe Egyesület is, akik érdekvédelmet csinálnak, illetve ők is végeznek kutatást. Ez most csak egy ilyen rövid reflexió, hogy ez is, tehát hogy nem csak a fogalomhasználat determinálja úgymond azt, hogy így az ember hogyan értelmezi, amit lát, hanem egy ilyen pont a prostitúció, amelyiként egy nagyon heterogén jelenség. Az önmagában, most kicsit visszakanyodva a fogalomhasználatban, az is egy kérdés, hogy mit értünk alatta, hol van ennek a határa, meddig beszélünk prostitúcióról. Ez, amit tényleg mondanak, hogy a szexuális munka, tehát ez most az angolt fordítom magyar, ez a sexual labor, az, hogy lehet egy olyan tágabb kifejezés, ami benne lehet az összes szórakoztató ipar. Tehát ennek így a határa és az összefonódás a másik iparágakkal megkérdőjezi az, hogy egyáltalán mennyire beszélhetünk egy lehatárolható fogalomról, és azon belül meg mennyiben beszéltünk általánosítva vagy homogenizálva mondjuk egy középosztálybeli eszkortos fajtájáról a prostitúciónak, az utcai prostitúciónak. Igen, még ugye egészen más, szóval amit még kiemelnék most a kriminológiai források, meg kriminológiai kutatások ezen a területen, ami szintén Magyarországon is a fehér lenkét emelném ki, de hogy többféle kriminológiai vizsgálódás van, vagy akár mondjuk kifejezetten a rendőrségi munkára fókuszáló rendőrségi forrásoknál, meg Szabó Szonyát mondanám, akik meg ugye azt a részét, ugye ebből a bűn elkövetést és bűnözésre fókuszálnak, tehát jobban, több adatuk van, és jobban hozzáférnek az elkövetői oldalhoz, illetve más forrásokból, tehát mondjuk, és akkor ez, ami kicsit a bevezetőmhöz még egy zárójeles megjegyzés, hogy én részt vettem egy rendőrségi kutatásban is, vagy egyrészt rendőrökkel interjúztunk, tehát sokkal inkább az derül ki, hogy ezekben az interjúkban a rendőrség mit lát, mit ér el, mit kutat, illetve maguk a bűnügyi akták, illetve mondjuk egy bírósági tárgyaláson, ahol lejátszák a lehallgatott hangfelvételeket, ott olyan információk hangzanak el, ami az én, mint kutató, a terepen, meg egy kvalitatív interjúban nem férek hozzám lesz, én nem hallhatom, hogy hogyan beszél mondjuk egy futtató a prostituáltal telefonon, szóval az a rendőrségi forrásokból derül ki, ez megint egy egészen más képet ad. És akkor amit még hozzátennék, az etnográfiának a jelentősége, amit meg te biztos nyilván hasonlóan tudsz képviselni, hogy mondjuk mennyiben ad többet, vagy mennyiben ad más eredmű információt, mondjuk egy egyszeri felvett interjú, amikor nincs egy előzetes viszonya a kutatónak azzal, akivel interjúzik, tehát egy csomó minden információt ő nem lát, nem tud, ő azt hallja, amit abban az egy órában, vagy másfél, vagy kettő elmond neki az adott megkérdezett nő. Mint az etnográfia, amikor meg sokkal inkább látni, mondjuk eleve valakinek az életét egy éveken át végig lehet kísérni, és sokkal inkább nagyon sokféle narratíva derül ki a hétköznapokban, és nagyon sokféle, sokkal sokrétűbb tapasztalat. Ebből még Bódis Anikőt emelném ki így a magyar kutatásokból, aki Budapesten csinált etnográfikus munkát. Ő azt hiszem, még nem fejezte be a PhD-t, vagy én úgy tudom, hogy az félbe maradt, de ő csinált Budapesten etnográfiát. Csak egy alkérdés, hogy te arra látsz esélyt, amit a Matthew Desmond, egy amerikai szociológus, etnográfus javasol, hogy ezeket a kérdéseket, amik ilyen relációs viszonyok, relációs etnográfiába kellene kutatni. Tehát a prostitúció jelenségét ugye abba a hármasba, hogy a prostituált, a futtatója, vagy a madám, ahogy hívjuk éppen azt, aki foglalkoztatja, és akkor a harmadik szereplő közvetítők. Sikerült neked? Azt tudom, hogy a módszertani cikketben egy futtatóról beszéltél, akivel sikerült interjúzni, de hogy erre tudsz példákat, akik így relációban tudják vizsgálni? Igen, szóval én nekem van egy-két futtató interjúm, aminek szintén van egy ilyen külön módszertanág, egy sajátos nyilván helyzet, és akkor nyilván érdekes az, hogy velem mérül egy futtató interjúzni, és mit mond el egy interjúban.
De én ugye etnográfiai szempontból én nekem nem voltak a stricik hozzáférhetőek, és nyilván volt egy olyan választás is, hogy ezért ez abszolút jött az én saját pozíciómból, mint aki abszolút ilyen segítő és a nőkkel foglalkozik, hogy nem. Meg nyilván volt ez az én saját személyes morális, a többi gátam is, hogy nem fogok, nem tudom, nagyon szoros viszonyt képíteni futtatókkal. De ez, mint kutatásilag, mint hozzáadott értékben, ezt jobban megérteni, ezt abszolút értéknek gondolom, hogy valaki ilyen kutatást csinál. Itt ez nyilván egy olyan terület, meg egy olyan speciális téma, szerintem az, hogy a kutatónak a neve is ez nagyon meghatározó, szóval nőként nekem egészen más a pozíció egy ilyen terepen, és nem máshogy fognak velem beszélni. Én most egy ilyen kutatást tudok, a Amber Horning csinálta New Yorkban, most ebben bizonytalanban Amerikában, de nem biztos, hogy New Yorkban, aki meg abszolút beépült egy, lássuk, kiskorúakkal foglalkozott, és ő beépült egy ilyen házba, tehát ő megismert őket, és ő beköltözött tulajdonképpen, tehát ő is egy egyéves etnográfiai terepmunkát csinált, ahol együtt élt, ott futatókkal, prostituáltakkal, tehát hogy lesz, és igen, tehát erre van példa, meg ez lehetséges. Én ezt nem csináltam. És nyilván ez van, hogy a gender az nagyon sokat számít, tehát szerintem akár férfiként, akár nőként végzi valaki ezt a kutatást, az nagyon meg fogja határozni azt, hogy így mi az. Erről majd beszélünk a következő kérdésben, a pozíciót, hogy határozza meg az eredményeidet. Gergő, vasozás története, hogy a kutatásának a története, hogy alakult? Igen. Magyar és román viszonylagban. Igen, hogyha még egy kicsit reflektálhatok a korábban elhangzottakra, itt az áldozatiságnak a kérdése felmerült, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. És itt idézném a Millárnak, a Kathleen Millárnak a könyvét, akit most mondhatom talán, hogy így nagy lelkesedéssel olvassunk. Ugye ez egy olyan etnográfia, amelyik Rio de Janeiro-i hát személygyűjtőkről szól tulajdonképpen. Tehát olyan emberekről, akik szemetet dolgoznak fel, hasznosítanak egy telepen, válogatják és próbálják a használható vasat, műanyagot és egyéb ilyen anyagokat ugye kiszedni valami módon abból, ami oda erre a telepre érkezett. És hát most anélkül, hogy elmondanám az egész könyvet, ami a nagyon érdekes benne, az ugye az, hogy ő picit hasonlóan, mint ahogy ön, annak idején Keith Hart abból indult ki, hogy tulajdonképpen akire azt mondják általában, hogy munkanélküliek, azok igazából mit is csinálnak. Ő hasonló kérdést tesz fel ő is, amikor azt veszi észre, hogy miközben ezt általában véve egy ilyen legutolsó lehetőségként, egy ilyen minden dolgok lehető legrosszabbikaként szoktak elgondolni, mármint ezt a fajta munkát, ahonnan nyilvánvalóan az emberi méltóságot és egyebeket ugye biztosító bérmunka és hivatalosság felé kellene ugye valahogy ezeknek az embereknek visszajutnia. Ezzel ellentétben ők igazából magukról gondolják azt, hogy erre tulajdonképpen alkalmatlanok, és időről időre visszatérnek tulajdonképpen erre a telepre. Akkor is, amikor mondjuk például hivatalos személyigazolványt kapnak, és a bérmunkai ezzel ugye együtt járó útjai megnyílnak ő előttük. Tehát azt mondod, hogy ez egy választás. Igen, azt szeretném itt most csak kihangsúlyozni, hogy ugye, amit elméleti szempontból nagyon fontos, az, hogy és ezért tud mondjuk egy ilyen munkában is úgymond ez egy ilyen reveláció lenni, mert hogy azt gondolom, hogy ebben az ilyen szociológiailag dominált gondolkodásmódban ugye annyira meghatározó az, hogy ezeket a fajta megélhetési formákat vagy munkákat, ezeket mindenféleképpen a szükség, tehát a necessity, tehát az, hogy nem volt más, ugye, tehát hogy ilyen terminusokban értelmezzük, és ez ugye az informalitás fogalmára is nagyon jellemző. Ez a fajta ugye elrendeződés, ahol a bér nélküli munka az tulajdonképpen egy szükségszerű hierarchiában van, ugye a neki tulajdonított érték vagy méltóság szempontjából ugye a bérmunka világához képest, ugye még a kifejezetten kritikai megközelítésekben is. Tehát épp ez az egyik érdekesség, ugye a bérmunka hegemóniáját, az tulajdonképpen nagyon sokszor a kritikai elemzések is hogyan termelik újra, éppen ezáltal, ugye, mert hogy minden mást a hiánynak, a valami nem léte terminusaiban, ugye a kirekesztettség, és így tovább, így tudnak felfogni.
És valóban ugye, hogy ezzel szemben, azzal a megfontolással szemben, ahol például az informális munkának egy ilyen formáját, mint amiről ebben a könyvben szó van, úgy tekintjük, mint ami kifejezetten azért lehetséges, mert egy valami fajta menekülési lehetőséget jelent, olyan emberek, akik kimaradtak, vagy hátramaradtak valamiféleképpen a globális kapitalizmusból, nem kaptak bérmunkát, és így tovább. Tehát, hogy ezzel szemben, azzal a tendenciával szemben, hogy mindig ugye az alapján határozzuk meg a kutatásunk tárgyát, amit nélkülöz, vagy amilyen nincs neki, ezzel szemben hogyan lehetséges hát valamiféleképpen azt a kérdést föltenni, hogy maga az az élet, ami mondjuk ilyen közegekben létezik, az mitől válik élhetővé? Tehát mitől lesz lehetséges az élet olyan körülmények között is, amelyeket mondjuk ilyen normatív felfogások alapján, vagy akár a kapitalista bérmunka felfogása alapján, hát lehetetlennek tartani. És én azt gondolom, hogy ez az, ami talán hozzásegíthet ahhoz is egyébként, csak hogy ne pusztán csak ugye a különválasztás, tehát hogy ne csak az dolognak az analitikai, hanem bizonyos értelemben politikai részére is felhívjam a figyelmet, hogy talán ez lenne egy lehetőség arra, hogy megtaláljuk a módját annak, ahogyan nem csak mi, mint kutatók, hanem akik résztvevői ezeknek az ágazatoknak, ők is ugye valamiféleképpen identifikálni tudják magukat egy bizonyos kategóriában. Nagyon sokszor ugye pont az történik, amit te magad is mondtál, mondjuk a prekaritásra, ez ugye nagyon jellemző. Hogy miközben ugye maga a fogalom annyira elterjedté vált tulajdonképpen, mint bármiféle bizonytalanság, vagy sérülékenység, a stabilitás hiánya, és így tovább, körülményeiként igazából már az egész világon. Aközben azt az érdekességet ugye sokszor meg lehet figyelni, és ezzel én is nagyon gyakran találkoztam, egyfajta szándék nélküli ideológiai hatás, így is lehetne nevezni, hogy pont azoknak a munkásoknak vagy a tapasztalataival nem rezonál igazából ez a fajta definíció, akiket elvileg a leginkább hivatott lenne leírni, ugye? Tehát akik pont a leginkább kiszolgáltatott helyzetben vannak, és éppen azért nem tekintik ezt magukra érvényesnek, mert olyan erőteljesen magában hordozza azt, hogy ez a teljesen kiszipolyozott, teljesen kizsákmányolt és ilyen értemben degradált élethelyzetet jelöl meg, hogy egész egyszerűen nem kívánják ugye identifikálni magukat ezzel az emberek. Ezzel én is nagyon sokszor találkoztam a saját munkám során, ahol tulajdonképpen nagyon sokszor, hát éppen csak a szegénységről nem akartak igazán beszélni, pontosan azok, akik teljesen nyilvánvaló módon ugye strukturális értelemben ilyen körülmények között éltek. Tehát azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos az, hogy hogyan tudunk ugye így ugye ez a theorizing in the negative or positive, tehát hogy milyen terminusokban próbáljuk meg konceptualizálni azt, amiről beszélünk. Ez csak a definíciókhoz akartam hozzá. Még? Ugye nekem erről természetesen szintén egészen más a véleményem, meg a tapasztalataim is. Amit részben azt támaszt alá, itt most direkt megnéztem, én 94-ben szerkesztettem a Replikában egy kis blokkot a vállalkozóról, ahol is itt lefordítottam, mert zseniális műnek tartottam. Egy 1969-ben megjelent művet a Kolumbiai Cali nevű városban lévő guberárokról, ahol tökéletesen ugyanezt írták le. Az volt a probléma, hogy a szerző felismerte, hogy az értelmiség, így mi, mindannyian, amikor erről beszélünk, folyton a szegényekről beszélünk, és folyton sajnáljuk őket. Rosszabb esetben fel akarjuk emelni, még rosszabb esetben meg akarjuk váltani őket. Nincs szükségük rá. Ez egy komoly szakma, komoly feltételekkel, akik hol vannak jók és vannak akik rosszak, nagyon struktúrált, rétegzett is, és őket baromira nem érdekli, hogy mi miket beszélünk és hogyan beszélünk róla, ők csinálják a maguk dolgait, persze ha lehet, kikeverednek belőle, de az se azért, mert mi úgy gondoljuk, hogy ők lent vannak, hanem azért, mert hogy ez egy magától értetődő dolog az ott lévő struktúrált társadalom számára. És ugye abban a könyvben, ami ottan látható, meg összefoglaltam a Czako Ágival, illetve mondjuk Czako Ágival csináltuk két menetben is a magyarországi informális piacokon, KGST piacokon való tevékenységet. Utána azt tanítottam azt a könyvet még, ameddig volt erre igény az egyetemeken, és az egyetemisták azok kimentek a terepre. És a terepen kutatták, hogy éppen akkor hogyan működik, még megvolt a Józsefvárosi piac is,
és amiket ott leírtak, tapasztalatokat, ez megjelent szinten a Metszetek nevű Debreceni Egyetemi Lapnak egy külön számában. Az ő beszámolók, nem én írtam, az egyetemisták, én csak szerkesztettem. És abból tökéletesen látszik, hogy nekünk ez az informális gazdaság most nem 69-ben jelent meg Kolumbia, hanem itt van, az egy tökéletesen önállóan működő, autentikus, presztist adó, és mellesleg megélhetést is adó jelenség, amit persze el lehet pusztítani, most éppen elpusztították, amennyire lehetett, de az egy entitás a saját jogon, nem kell megvédeni őket. Ez át is vezet a következő kérdéshez, hogy aminek két része van, hogy igazából mi a tétje az informális gazdaság kutatásának? Úgy látom, hogy egy kicsit más a szociológus nézőpontja, kérdés feltevése. Ez az én nézőpontom, biztos. Akkor a te nézőpontod nagyon más, mint a Gergőjé, ugyanis a replikában például a vállalkozóról írott cikked fő kérdés feltevése az az, hogy társadalmi hasznosság szempontjából a rossz vállalkozóról beszélsz, meg a jó vállalkozóról, mik azok a társadalmi regulációk. Szóval a kérdésem, ami a jó meg a rossz vállalkozót termeli ki, a kérdésem az úgy szólna, hogy áldás vagy átok-e az informális gazdaság? Nem én mondom ezt egy Bomol nevű közgazdász mondta sok száz évvel, nem. Még előttem. De minden esetre ő egy egészen zseniális elméleti közgazdász volt, aki viszont képes volt a gondolatait történelembe ágyazva, konkrét példákkal illusztrálva emészhetővé tenni, ezért választottam szintén az ő művét is, hogy lefordítassam és beleszerkesszem ebbe a kis részbe. És tényleg egyébként, még egy magyar nemzetben 1995. március 30-án úgy jelent ez a kérdés, hogy hősök vagy csalók. Azért, mert ebben az időszakban az egy tétre menő kérdés volt, hogy most akkor mit látunk bele a vállalkozóba, most nem a guberálokba, hanem a valaha a Lakiteri használta kényszervállalkozókat, de volt, akik a elhitel kapcsán, meg a sok szempontból meg azt látták, hogy most akkor termelődik az új kapitalizmus, volt, aki egész osztályelméletet épített erre, hogy most már jönnek a jó kapitalisták, akik a saját érdekeket követve, persze, de eközben az egész gazdaságot hatékonyá, és reméljük, hogy jövőre, vagy ha nem is jövőre, majd utána igazságossá is teszik. Ezzel szemben volt a Gábor Pista, aki a prostitúciót használta fel példának, és azt mondta, hogy a szocializmusban szocializált, és a szocializmus körülményei között saját védelmük érdekében létrehozott vesztegetési kapcsolatokba beruházott prostituáltaktól, már miért várjuk azt, hogy baromira örülnek azért, mert kinyílik a piac? Ők elvesztik a beruházásokat, mindenki megjelenik a piacon, aki ezeket a beruházásokat nem tette, új kapcsolatok, új vesztegetések, veszteségként érik meg a rendszerváltást, tehát nem fogják ezek a kis vállalkozók támogatni ilyen értelemben a rendszerváltást. Szóval szerintem ez egy ekkor fontos dolog volt, ezért foglalkoztam én csak ezzel, nem gondoltam, hogy ezzel én valamiféle vadonatú irányt szabok ennek a gondolkodásra. Akkor tőled kérdezem, ugye az antropológiában azért fontos kérdés, hogy ez vajon a vállalkozói kreativitás, innovációt áptalaja ez az informális gazdaság, vagy inkább a társadalmi egyenlőtlenségek további növeléséhez vezethet, további kizsákmányoláshoz, hogyha az állam szabályozatlanul hagyja bizonyos szféráit a gazdaságnak. A vásozás kapcsán te ezt hogy látod? Igen, hát itt azzal kezdeném, hogy tehát picit hasonlóan ahhoz, mint maga az informális-formális megkülönböztetés, igazából ez a fajta ilyen pozitív-negatív is ugye gyakorlatilag azonnal a normatív területre visz bennünket, és pontosan ezért azt gondolom, hogy főleg ugye amikor egy empirikus kutatás vagy terepmunkáról van szó, akkor igazából az az egyetlen lehetőség, hogy megpróbáljuk ennek a különböző konstellációit megérteni azt, ahogyan például a reciprocitás és a kizsákmányolás és így tovább, ugye ezek összefonódnak sajátos módokon, és ebben nagyon lényeges az, hogy mint ahogy már az előbb szó volt, tehát azon a helyen is, ahol én dolgoztam, nyilván nem arról van szó, hogy pozitív vagy negatív, hanem arról van szó, hogy maga a társadalmi szenvedés az milyen módon oszlik el egyenlőtlen formában adott közegekben, vagy adott megélhetési
módokhoz kapcsolódva. És ami nagyon lényeges, hogy ebben nem csak csupán arról van szó, hogy hogyan lehet megkülönböztetni mondjuk adott csoportokat, vagy adott embereket, egy adott munkaerőpiaci státuszban vannak. Nekem a saját munkámban az egyik legérdekesebb az pont az volt, hogy milyen értéket tulajdonítanak a saját különböző tevékenységeiknek azok az emberek, akiket megismertem. Tehát, hogy például miért van az, hogy az informális utcai kereskedés, tehát az, amikor nem piacokon, hanem piacok mellett autóknak a csomagtartójából árulnak mindenféle holmikat, évszaktól függ, hogy mit, ruhákat, gyümölcsöket, bármit, ami igazából nagyon veszélyes, állandóan ott van a lelepleződésnek, vagy a rendőri elkapásnak a lehetősége. Ezzel szemben ugyanezek az emberek egy másik helyzetben lehetnek hulladékfémkereskedők, mindezt ráadásul legálisan, tehát úgy, hogy egy családi cég viszi ugye az egészet, és továbbá lehetnek, ami igazából úgymond a saját ilyen önmaguk által kezdeményezett, nem tudom, hogy lenne jó mondani, a self-initiated ilyen megélhetési módokon kívül igazából a bérmunka frontján az egyetlen lehetőség számukra, vagy majdnem, hogy az egyetlen, vagy leginkább jellemző az, hogy mondjuk hát bevásárlóközpontokat takarítsanak, vagy mozikat például, és ilyesmi, vagy piacokon seperjenek, és hát mint ahogyan azt gondolom sejthető, nagyon, nagyon nagy küzdelmek zajlanak le, akár egyes háztartások szintjén is azzal kapcsolatban, amikor azok ítélik meg úgymond a saját munkáját, akik ezekben részt vesznek. És hát nagyon jellemző az, hogy igazából, ha már arról beszélünk, hogy adott megélhetési módok hogyan kapcsolódnak össze az értéknek különféle fogalmaival, akkor hát biztos nem okozok vele meglepetést, hogy ilyen esetekben is pont, hogy úgymond a nagyon szabályos bérmunka az tulajdonképpen, ami a legkevésbé megbecsült. Vagy igen, igen. És egyébként nagyon érdekes, hogy pont azzal is próbálnak egyébként már munkahelyeken is beavatkozni ebbe a dologba, hogy például ilyen kompenzációt fizetnek. Tehát például van ilyen ott ebben a negyedben, ahol én éltem, hogy hát azzal próbálják meggyőzni őket, hogy jobb dolog nekik az, hogyha bevásárló központokban sepernek, mint hogyha az utcán kereskednének, hogy a vele járó szégyen, vagy szóval tehát a megbecsültség hiánya miatt egész egyszerűen anyagi ellenszolgál, tehát hogy pluszt fizetnek neki, de még ezzel együtt is igazából ez egy nagyon-nagyon erős konfliktus, mivel tényleg csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy az érték tulajdonítás az mennyire fontos ezeknél a dolgoknál, hogy ne is említsem ugye azt, ami most jelenleg az egyik világszenzáció az ilyen tágabb közönségnek szánt társadalomtudományokban, ugye David Grabernek a Bullshit Jobs nevű könyve, ami pont arról szól, hogy hát ugye a társadalmi szenvedésnek mi az a formája, ami ugye azzal jár együtt, amikor valakinek olyan munkát kell végezni, amiről vele kapcsolatban ő maga tisztában van vele, hogy teljesen értelmetlen, és hogy a világban semmiféle változás nem eredményezne az, hogyha már ezt nem csinálna, ezt a munkáját. Úgyhogy ezt mind csak azért mondtam el, hogy igazából mennyire fontos itt igazából nem csak az érték, mint megtermelt érték, hanem mint ez a fajta ilyen a személyiség vagy a társadalom létrehozott értéknek a koncepciója. Emellett pedig azt gondolom, hogy a kizsákmányolás is mindig ott van. Abban a környezetben, ahol én dolgoztam, ott a hulladékfém kereskedelemnek, amiről ugye mindig mindenki azt gondolja, hogy hát most már végképp vége lesz, mert most már tényleg nincsen semmi, most már tényleg minden gyárat szétrámoltak, most már tényleg sehonnan se lehet újabb anyagot. Ugye először is mindig kiderül, hogy dehogy nem. És ugye itt is az történt, hogy igazából az forradalmasította a hulladékfém kereskedelmet abban az időszakban, amikor én a terepmunkámat végeztem, hogy megjelentek az, amit ugye Magyarországon designer dolgoknak szoktunk nevezni, ezt elsősorban hajléktalanok fogyasztották, és mivel, hogy igazából a marginalizációnak más formáit követve egész egyszerűen a drog problémát a városvezetés kinyomta ezekben a negyedekben, így tudom röviden megfogalmazni,
tulajdonképpen az, hogy a hulladékfém kereskedőknek a dolgozóivá váltak ezek a szerhasználók, ez tulajdonképpen szintén egy ilyen helyi kezdeményezés volt, tulajdonképpen annak a problémának a megoldására, amit az jelentett, hogy egészen radikálisan elkezd növekedni ez a populáció, tehát a szerhasználó populációja a negyedben, anélkül, hogy bárki is bármit csinált volna velük. Ők egy nagyon, hogy mondjam, kéznél lévő munkaerő voltak, azért, mert folyamatosan őrületes pénzhiányban szenvedtek, érthető módon, és ennek következtében mindenféle olyan kockázatot is hajlandóak voltak elvállalni, a legképtelenebb helyekre való felmászás, vagy leásás, és így tovább, amit máskülönben mások nem is vállaltak volna el. Azt szeretném csak hangsúlyozni, hogy ezeket mind együtt próbáljuk meg valahogy felfogni. Tőled csak így nagyon röviden, hogy te láttál arra esélyt a prostituáltak között, hogy ez a fajta informalitás, ez egy lépcsőfok lehet kifehéríteni valakinek a gazdasági tevékenységét, tehát egy társadalmi mobilitáshoz vezető út egyik állomása, vagy aki egyszer itt van, az benne ragad ebbe a szektorba. Ki lehet lépni? El is mi a válaszolok? Én szeretnék az először is hozzászólni, mert hogy ez nagyon... Szerintem itt nem, mert ugye ez most kicsit úgy lett elválasz, hogy a szociológia mit mond, meg az antropológia mit mond. Ez csak sarkítva volt nagyon. Igen, sarkítva, de hiszem ez iszonyú fontos, hogy miről beszélünk, szóval a társadalmi jelenség, mi az a formája az informális gazdaságnak, amiről beszélünk, és ez tényleg nagyon heterogén. És én azért akarok visszakapcsolni ez, mert ez már ugye eddig is fejlett, és tök fontos, hogy mivel más, vagy mivel speciális, mondjuk a prostitúció, mondjuk mibe tér el, és mondd, hogy az álláspontom ebben mibe tér el attól, amit így mondtok. Ugye ez a felmint, hogy jó-e rossz lehet, akkor ezt így kell-e ilyet mondani, most jó-e vagy rossz az informális gazdaság. Most nyilván attól más a prostitúció, hogy itt egyrészt az állam szintén is kell valamit mondani, hogy jó vagy rossz, sőt az állam mindig mond valamit, hogy ez jó vagy rossz, mert eldönti, hogy mi az, amit kriminalizál. Azzal így állásfoglalást tesz. És az, hogy az államnak milyen szabályozása van, az már visszaad arra, hogy az ebben érintettek-e mi történik. És hogy ennek a fajta, és ez már kicsit majd így előre vissza a következő kérdés az, ami inkább a kutatói etikára vonatkozik. Ebben maximálisan tétje van annak, hogy aki ezt kutatja, aki erről beszél, az imit és hogy beszél róla. És itt magában a prostitúcióban, ennek a jelenségében, és főleg, hogyha ennek a globális szintű elterjedésében, ennek maximálisan megtestesít és felerősít társadalmi egyenlőtlenséget, elsősorban nemi egyenlőtlenséget és a nőknek a tárgyasítását és a nő, férfi-női nemi egyenlőtlenséget, és ezen túl pont a globális piac miatt, és mondjuk az államnak a tényleg ugye többféle szabályozás van, de ez még például Németországban megfigyelhető, az államnak a visszahúzódása, tehát nagyobb teret, a piacnak való nagyobb tér engedésén keresztül felerősíti azt, hogy nagyobb kizsákmányolás történjen, és ez úgymond legitimálva van. Szóval itt ebben maximálisan tétje van, és most válaszol erre a kérdésedre arra, hogy ez mennyire lehet emancipáció, itt szerintem ez szintén itt szintén nagyon fontos az, hogy ez, amit már utaltam rá, hogy nagyon heterogén a prostitúció, és persze nagyon mást fog elmondani, nagyon más fog megtudni attól, aki egy tök más háttérből érkezik, és magának a prostitúciónak is tök más formájában van benne, formáját képviseli. De ami szerintem nagyon-nagyon fontos szintén kutatóként, és ez egy, mint módszertani kérdésként is, hogyha ott amíg, hogy valaki egy individuális történetben számára jelent valamit, vagy akár, és ebben még az úton is egyébként olyan heterogén történetek voltak abban, hogy kivel mi történt mondjuk évek során, amikor egy utcai prostitúciós környezetben volt benne, tehát ki mennyire tudott mondjuk, nem tudom, több pénzzel tényleg kiszállni, vagy akár valamilyen szintű társadalmi mobilitást elérni azzal, hogy tudott venni egy házat, vissza tudta fizetni az adósságát, vagy valami ilyesmi, ezek mondjuk a legfeljebb, ami tud történni. Vagy ki az, aki meg egy beleragadt egy olyan élethelyzetbe, hogy mondjuk már elvették tőle Magyarországon a gyerekeit, mert évek óta nem ment haza, teljesen elvált az otthoni környezetétől, és egy dal a futtatója van, akitől maximális függésben él. Szóval ez mondjuk egy ilyen két nagyon, ezen a szűk terepen, amit én láttam, ez mondjuk kétféle ilyen életút. De hogy ennél is kérdés nekem, hogyha bármi olyan történet van, ami így úgymond kevésbé rossz, hát mondjuk van egy olyan jellegű emancipáció benne, hogy mondjuk több pénzzel rendelkezik a végén, mint előtte, attól még az, hogy én az ő individuális tétében elismerem, hogy neki ebből származott előnye, attól még szóval az olyan fontos arra látni és kutatóként írni róla és elhelyezni ezt azon, hogy ez egyébként önmagában a prostitúció léte, támogatása, legitimitása, aznak milyen társadalmi következményei vannak. És ami még nagyon fontos, ami nekem ugye én külön írtam, vagy foglalkoztam az ilyen futtatók és prostituáltaknak az érzelmi viszonyairól,
ami, és ez is már kicsit így átvezet az epikába, hogyha attól még valaki, az, hogy ő mit mond el, és ő még a saját történetét, mondjuk mennyire mondja el nekem, mint egy emancipációs, mint egy pozitív történet, azt nekem nagyon fontos tudnom reflektálnom arra, hogy ő most ezt a narratívát miért mondja nekem. És hogy ez egy ugyanígy etikai kérdés, vagy etikai demonstratlani kérdés is, hogy én hogyan tudok írni utána, vagy hogyan írok róla. És akkor nyilván az extrém véglete az, amikor egy futtató odajön, és ő elmondja nekem, hogy ő itt a futtatók, itt mindenkinek segítenek, itt ők, én ne higgyek itt a nőknek, mert hogy ők egy támogató, vigyáznak rájuk, stb. Ami nyilván én azt hiszem, hogy persze, ő engem erről akar meggyőzni, és hogy nem az ő narratíváját akarom én továbbadni és képviselni mondjuk a tudományos kutatásomban. Tehát ezt, hogy ilyen szempontból felüljön, most kicsit elkavarodtam, még azonban ehhez akartam visszatérni. Hogyha mondjuk egy nő nem lát rá a saját története kapcsán arra, hogy amiben ő benne van és igazol, mint történet, és ezt emancipációnak éri meg, attól meg van fontos látni arra, hogy mondjuk hogy van adott esetben egy érzelmi függőségben, hogyan traumatizált, tehát hogy mi az, amit ő neki egy önigazoló narratívaként fogalmazva, mint emancipációt. És közben megint kicsit az etikába hagyjuk át, ami szintén nekem nagyon fontos, hogy azon, hogy én mit írok, az is nagyon fontos, hogy egy interjúban hogyan viselkedek, tehát nekem mennyire felelősségem, mennyire szabad, hogyan fogom ezt egy interjúban őt bármivel, tehát hogy én hogyan viselkedek, mennyire adok ennek teret. Tehát mennyire jó az, hogy esetben legitimálom ezt a narratívát, mivel ő még jobban benne vált egy helyzetben, mikor van az, hogy az jó tehet, hogyha én behozok más szempontot. Igen, ennyi. Hát ott, Bandi, azért sok embernél fölmerül az etika kérdése ennek a informális gazdaságkutatásának. A Keith Harp egyébként maga revidiálta ezt a nézetét, hogy nem kell erről beszélni. Hogy egy későbbi cikkében azt mondta, hogy károsnak találja később visszatekintve a régi munkájára azt az antropológia, mint iparágnak azt az elvárását, hogy tudományosak maradjunk, és a tudományosság leple alatt ne beszéljünk azokról a egyéni, személyes terep nehézségeinkről, amik az eredményeinket is befolyásolják, hogy miket kapunk. Úgyhogy a Kiszhártal egyetértve én is azt gondolom, hogy például informalitást akarunk kutatni, legalábbis az én esetemben nekem informális vállalkozóvá kellett válnom, hogy elérjek bizonyos olyan közegeket, amik amúgy megközelíthetetlenek. De értem, te azt mondod, hogy az anonimitással rendezed a... Elgyengült. Én tartom a frontot. Wow. Én úgy gondolom, én meg azt gondolom, hogy zsidókat Keith Harp nem csak zsidók kutasson, cigányokat ne csak cigány kutasson, nekem nem kell menni azért szenvedőbe, hogy a szenvedést megértsen. Hiszen nem teljesen másról beszél, arról beszél, amiről egyre több szociológus beszél már, akár de a német Krisztin. Nem érdekel, hogy ők is elgyengül. Hogy reflektálni kell a kutatói pozíciódra. Te ebben nem értesz egyet, Gergő? Tisztességesen le kell írnom a kutatói pozíciómat, és majd a felhasználok, az olvasók eldöntik, hogy hisznek-e nekem. De te nem gondolod, hogy a kutatói pozíciód szűkíti azt a kört, amit el tudsz élni? Jó. Én nem interjúzok, én nem megyek, tehát nem megyek közel a kutatásom tárgyához. Én tudom, hogy ebben rossz vagyok, tudom, hogy gyáva vagyok, tudom, hogy türelmetlen vagyok, tudom, hogy cinikus vagyok, tudom, hogy okos vagyok. Ez nem jó, nem tesz jót az interjúknak. Következésképpen nem csinálok ilyen dolgokat, hanem róla írok. Nem engedem közel hozzám a valóságot, hanem fölé nézek és megírom. Te mit gondolsz a reflexi etnográfiáról? Nem úgy a világról által. Nem, számodra fontos, hogy reflektálra egy etikus kutatást csinálsz, vagy mi az igen, etikus fel voltam készülve. Mondtad, hogy ez nem is kérdés. Gondolom, hogy itt megint egy picit azt szeretném hangsúlyozni, hogy ugye nagyon sok esetben tényleg inflálódnak ugye a fogalmak, amiket használunk. Azt gondolom, hogy főleg a szociálantropológusok körében ez több esemény, vagy több találkozó, konferencia és más ilyen események során is éreztem, hogy létezik egy olyan egyfajta frusztráció, ugye amiatt, mert az utóbbi időben az etnográfia, mint fogalom, hogy etnográfiát művelni, ugye, ezt őrületes tempóba vették át a legkülönbözőbb más valami módon a társadalomról érvényeset állítani kívánó ugye, disziplinák. Nagyon sok esetben ugye úgy, hogy közben igazából
a módszer maga ugye az tetszetős volt, és átvételre érdemesnek tűnt, ellenben az antropológusok voltak mindig azok, ugye, akiket közben a kolonizálással, vagy a rasszizmussal, vagy az elnyomással, és ilyesmivel lehetett ugye azonosítani, tehát úgymond, ami a problémás volt a csomagból, azt lehetett nekik hagyni, és a hasznos részét meg elvenni tőlük, hát nyilván ez azért ennek nem annyira sokan örültek. Ennek a szempontjából néznek én erre a kutatás módszertani vagy etikai dologra is, és azt szeretném elsősorban tisztázni, hogy az etnográfiai kutatás ellentétben azzal, ahogyan nagyon sokan szociológusok, közgazdászok ugye ezt használni szokták, ezt a fogalmat, ez nem csupán csak kvalitatív kutatást jelent, ami elsősorban úgy értendő, hogy a kvalitatív alatt itt a szövegre koncentráló kutatást értem, tehát a beszéd, a szöveg, tehát az, amit interjú formájában és így tovább rögzíteni tudunk, vagy mi magunk ugye leírunk. Én azt gondolom, hogy az antropológusnak a kötelezettsége az, hogy ugye klasszikusan hát együtt éljen, amennyi ideig lehet azokkal az emberekről, akikkel írni szeretné, és hogy ilyen értelemben a gyakorlat révén internalizálja azt a társadalmat, vagy annak a különböző szabályait, és ez részben mindig egy intuitív tudás, amit utána kell ugye az elemzésnek és a reflexivitásnak a segítségével valami módon magyarázó modellekbe ugye átalakítani, ami önmagában véve ugye a írásnak a munkája, vagy az annak a során történik meg, de hogy ennek egy nagyon nagy része az eredendően mind intuitív, nem csak azok számára ugye, akikről írunk, hanem a részvétel révén, ami számunkra is, és ezt remélem, hogy egyértelműen, hogy ez nem azt jelenti, hogy bárki is valakivé szeretne válni, aki nem ő, vagy hogy például mondjuk a hozzáférésnek, annak, hogy mondjuk valaki ilyen jellegű kutatást végezzen, ahhoz feltétlenül neki magának is ugye olyannak kell, identitásnak kell lennie, mint azok, akikkel dolgozik. Ugye mindig az ornitológus példát szokták mondani, ugye, hogy akkor... tehát ezt szerettem volna csak a reflexivitás kapcsán mondani most, de nyilván lehet még ezt több irányból megközelíteni. Én nekem csak egy dolog maradt még meg, amit szerettem volna mondani, és ez az állami szabályzásnak a kérdése. Nem csak azt hiszem, hogy nem csak az ilyen, hát nevezzük így, hogy ilyen nagyon hát radikális formái mondjuk az informális gazdaságnak, mint amit mondjuk a prostitúció, de más esetekben is ugye igazából ez mindig arról szól, hogy van egy őrületes nyomulás ugye az állam részéről, hogy ezt valamilyen módon kalodába zárja meg, azt szerint működtesse, ahogy szerinte kell ennek lennie, és így tovább. Csak ugye mindig azt szoktuk tapasztalni, és az én történeteim is úgymond javarészt ugye erről szólnak, hogy a gyakorlatban igazából ezek a törekvések hogyan hiúsulnak meg végső soron. És ezt csak azért szeretném kihangsúlyozni, mert szerintem nagyon hasonlóan ahhoz ugye, ahogyan a kirekesztéssel kapcsolatban például, mint egy ilyen nagyon robosztus fogalommal kapcsolatban, és ugye hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogyha ezt, mint valamifajta hatalmi szándékot vagy projektet ugye azonosítani tudjuk, abból azt következik, hogy ez valóban eszerint is működik, ugye, mint amit róla, amit magáról állít, vagy amit mi állítunk róla. Igazából ez a fajta állami szabályozás is egy picit azt hiszem, hogy hasonló ehhez nagyon sokszor. Tehát például csak egy konkrét példát, hogy meséljek, azzal zargatták állandóan ezeket a hulladékfém kereskedőket, hogy ugye nem szabad olyan tárgyakat átvenniük nekik, amelyek lopottak. Tehát ami lopott holmi. De hát az teljesen nyilvánvaló volt, hogy amikor valaki belép egy ilyen hulladék fémgyűjtő telepre, én is egy ilyen helyen dolgoztam, körülbelül akkora, vagy mondjuk kétszer, vagy háromszor akkor, mint ez a terem most, ahol ülünk, és a idő nagy részén mondjuk kivéve azokat a napokat, amikor éppen kijöttek már ugye a kamionok, a teherautók, és elvitték az egész árut ezekre az ipartelepekre, ahol már a tonnákba való nagytételes feldolgozás zajlik a vasnak, tehát hogy egészen addig igazából azt látjuk, hogy ilyen őrületes halmokba tényleg 100 kilókra meg tonna számra állnak ezek a dolgok. Hát életemben nem láttam olyat, hogy bárki is abban igazából különbséget tudott volna tenni, hogy most akkor ezt mi abból a lopott és mi az, ami nem lopott. Ezzel egy időben, akkoriban Bukarestben nagyon sokszor az volt a szokás a városban, hogy egész egyszerűen ilyen faágakat, meg ilyen kisebb fákat tettek be, például azokba a lukakba, ahol már a csatorna fedelek is hiányoztak,
hogy nehogy véletlenül baleset történjen. Tehát közben teljesen nyilvánvaló volt, ahogy az előbb említettem, a drog használattal szoros összefüggésben, hogy egy ilyen nagyon úgymond radikális formája volt eközben a hulladékfémgyűjtésnek, aminek viszont meg a tetején, úgymond a felső szintjein, meg már igazából olyan szintű volt az állami részvétel, vagy különböző olyan cégeknek a részvétele, amelyeknek nyilvánvaló volt a kapcsolata a vezetéssel, hogy igazából nem csak számomra, de hát nálam sokkal ügyesebb oknyomozó újságírók számára is ezért volt például lehetetlen az, hogy mondjuk bejussunk a konstancai kikötőbe, ahová egyébként ennek a holminak a legnagyobb részét elvitték, és ahol aztán utána a Fekete-tengeren keresztül ugye tonnák beladták mindenféle irányba. Ezt mai napig nem tudok igazából olyan beszámolóról, amelyik arról szól, hogy ott pontosan abban a kikötőben mi történik és hogyan, de hát ennek is nyilvánvalóan megvan az oka. Ugyanakkor, ami nagyon lényeges, hogy ezek a szereplők, akik mondjuk ebben az ilyen middleman státuszban vannak, egy ilyen nagyobb kereskedelmi láncolatban, az ő feladatuk tulajdonképpen a szimbolikus értelemben is vett ugye megtisztítása ezeknek az anyagoknak, pontosan abban az értem, hogy az előbb említettem, akkor, amikor már egyébként saját magukat tipikusan ilyen ökológiai, meg egyéb ilyen zöld, mindegyik ilyen cégnek, amelyik hulladékfémmel foglalkozik, ilyen zöld színekben van a honlapja is, ugye, mert hogy ők azok, akik a recycling. Tehát, hogy mire ugye hozzájuk eljut ez az egész, addigra már senkinek nem kell megkérdeznie azt, hogy igazából ez honnan érkezett, kigyűjtötte össze, mi volt ebben lopott áru, és mi nem volt. Tehát ezzel mind csak azt szeretném mondani, hogy ez az ilyen állam szempontból való nézőpont, ez itt is ugye, vagy a szabályozásnak a szempontja az, mennyire sokszor ugye kikezdi igazából az, ahogyan a praxisban látjuk ezeket a dolgokat. Még egy gyors zárókérdésre van, körkérdésre időnk. Azért is gondoltam, hogy ezzel érdemes zárni, mert hogy ez esetleg előre vezethet ez a kérdés, hogy látjátok, hogy hogyan lehetne a különböző tudásokat ötözni. Tehát, hogy ugye mindig felmerült, hogy lehet-e mérni az informális gazdaság kiterjedtségét, nagyságát. Nyilván közgazdászok azzal küzdenek, hogy nem lehet. De hogy be lehet-e vonni esetleg olyan tereptudásokat, amikkel meg lehetne becsülni egy-egy kontextusban ennek az informális gazdaságnak kiterjedtségét. És hogy fontos-e, és hogy miért fontos. Igen, állandóan meg akarják mérni a lehetetlent, és ennek sokféle módozata vált ismerté, én ezeket most nem mondanám el, viszont egy dolgot elmondanak, hogy valami pozitívat is mondjak. Szintén nagyon régen egyszer a Kornay Jánossal ezzel a problémával olyan módon próbáltunk szembenézni, hogy hogyan lehet egyszerre, ami elben ugye persze lehetetlen, biztosítani, hogy a megfigyelés tökéletes, maximális belső érvényességű legyen, tehát az információt azt teljesen elhiggyük, amit ennek a becslés alapjául fogunk használni. Ugyanakkor valamiféle olyan módon álljon rendelkezésre az információ, hogy abból a külső érvényességet is maximalizáljuk, magyar általánosíthassuk, csinálhassunk belőle országos és időben is idősoros becslés. Ugye ez a kettő, ha tudna teljesülni, akkor mondhatnák jó szívvel, hogy az informális gazdaság meg van vérve. Na és akkor azt találtuk ki, a belső érvényesség maximalizálásának az lenne a módja, hogy nem interjúzni, nem kérdezni, azt senki nem hiszi el, hanem kísérletezni. Ugye ezt, amit a Bori aztán megcsinált más területeken profi módon, akkor mi még csak abban gondolkodtunk, hogy a kérdező biztos mondjuk. Tudtuk, hogy hol vannak például azok a melyek azok a foglalkozások, ahol borra való van. Az egyik ilyen volt a fodrászat, a másik ilyen, azt nem tudom, mi a helyzet, a másik ilyen volt a töltő, hogyják, a benzinállomások. És akkor azt mondtuk, hogy ez nagyon egyszerű, föl kell készíteni a kérdezőt, aki ne kérdezzen, hanem menjen oda, csináltassa meg a haját, és adjon borravalót, és aztán ennek kapcsán beszélgessen, hogy most akkor ennyi a borravaló, annyi a borravaló. Innen jön a megbízható becslés a borravaló mértékét illetően. A másik megkapja az autót, menjen egy nap be tud járni 50 benzinkutat, mindenhol tankoljon 10 litert, aztán azt fogyassz el, és fizessen, adjon borravalót, és beszélgesse, hogy ez a borravaló most akkor mennyi annyi. Tehát ilyen nagyon érzékeny módon tudjuk meg, hogy mennyi az annyi. Ugyanakkor az, hogy mennyi benzinkút van, hogy hány fodrász van, hogy egy fodrász egy nap hány fejet kezel, így mondják.
nem tudom, mit csinál. Azt meg tudjuk becsülni, tehát ellenőrzés a külső érvényesség maximálisát, és akkor a kettőt, hogyha össze tudjuk húzni, akkor meg tudjuk mondani, hogy ez a része az informális gazdaságnak mekkora. Volt egy Lackó Maru nevű, ő pedig a háztartások elektromos áramfogyasztásán keresztül kezdte el becsülni, figyelembe véve, hogy milyen tevékenységek elektromos áramfogyasztás igényre, ezt a fajta tevékenységnek. Tehát ilyen kombinációkkal nagyon is hatékonyan lehet a kétfajta kutatást egyesíteni és boldogan élni együtt. Prostitúciót hogy lehet megbecsülni, milyen jövedelem forog itt? Most még az is reagálnék, hogy ez is, hogy miért jó, vagy ez miért fontos megbecsülni. Itt az nyilván az egyik, ami kapcsán még inkább előjön, hogy még egy ott jogi szabályozásnak, hogyha azt vizsgáljuk, hogy ez hogyan hatott, tehát hogy például a 2003-as német sokkal liberálisabb szabályozás, mi történt utána, ez hogyan hatott. Ugye ezeknél van tétje. Annak, hogy mérjük egyáltalán, hogy mi történik, mert itt magát, amit mérünk, az igazából a kizsákmányolás mértékét mérjük. Tehát mi az, ami milyen mértékben és kik és hányan vannak kizsákmányolva a prostitúcióban. Most egy nagyon picit még reflektálnék így a Gergőre, mert megint az, hogy mondjuk ezen a területen én hogy látom az államnak, meg a piacnak a viszonyát, vagy az állami szabályozásnak a szerepét. Ebben ennél a területen meg maximálisan az állami szabályozásnak a pártján is mellett vagyok, és erre például tényleg egy példa, hogy a német jogi szabályozás kapcsán ez kifejezetten mérni lehetett, és hogy kriminológiai forrásokból, hogy az, hogy így hányan lesznek emberkereskedelem áldozatai, vagy hányan van a kizsákmányolás prostitúcióban, az kifejezetten nőni kezdett. Tehát itt az a fajta szabályozási modell, ami sokkal inkább szabad teret hagy a piacnak, és jóvá hagyja a szexualitásnak a áruba bocsátását, vagy szexuális szolgáltatások árulását, az feltételezi azt, hogy ezen a piacon aztán a kizsákmányolás mértéke is nagyon nagy arányban gyűlni fog. Tehát ebben abszolút így egy ilyen összefüggések vannak. Módszertan az hogyan lehet mérni, ebben megint, ez ahogy mondtam, ilyen szempontból ebben sokkal alkalmasabb a kriminológiai források, ahol sokkal inkább számosítva vannak, hogy mit, tehát most a napokban volt megint egy ilyen hír, hogy egy fúti futtató családot elfogtak, és akkor lefoglalják azt a jegyzetet, hogy akkor ő mennyi pénz, kitől vett el, milyen értéktárgyak, mekkora vagyont szerzett ebből, a telefonbeszélgetésekben ugyanígy benne van ezek az információk, szóval ebből egy nagyon exaktan mérhető, míg hogyha akár etnográfusként, vagy főleg, hogyha ilyen egyszeri kvalitatív interjúzás folytatva, abból sokkal kevésbé kapok konkrét számokat, és sokkal inkább most csak pont, és erre ehhez kapcsolódva, hogy itt milyen számok hangzanak el, sokkal inkább lesz egy ilyen viszont, hogy ja, hát ma se kerestem semmit. De az is lehet, hogy sokkal inkább arról szól, hogy ő most mit akar nekem elmondani, hogyan érzi magát, és nem teljesen azt fogja jelenteni, hogy akkor ő aznap hány eurót keresett, szóval ez egy sokkal ilyen szubjektívan. Gergő, néhány záró mondatra van időd? Igen, mert utána kutatás, szeretnénk megnyitni a kérdéseket. A kutatás kapcsán csak nagyon röviden azt szeretném mondani, nem is annyira a mérés, hanem inkább az együttműködés kapcsán, hogy a másik része volt a kérdésednek. Én azt látom, és igazából ezt ilyen üdvözlendőnek tartom, hogy elmúlt időben, különösen azóta, hogy a válság és az adott eltelt időszak az a mi disziplináinkban ennyire előhozta ugye ezt a gazdaságról való újabb gondolkodást, nevezzük így, Polányi beágyazottság fogalma, vagy az E.P. Thompsonnak a morális ökonomia fogalma, ezek most nagyon-nagyon központiak abban a fajta ilyen tágabb beszélgetésben, amiben végsősorban azt hiszem, hogy gazdaság és moralitás holisztikus vizsgálata a cél. Az, hogy mi a közösségi érték és az egyéni haszonnak a viszonya, vagy ugye csak az E.P. Thompson kapcsán, akár az, hogy milyen módon jönnek létre népi konszenzusok azzal kapcsolatban, mi a rossz, vagy a jó, vagy a méltányos ár, hogyan lehetséges a megélhetés egy adott közösségben, anélkül, hogy mindezt feltétlenül idealizálnánk, ugye, ami egy szintén nagyon jellemző dolog volt az elmúlt évtizedekben, hogy minden ilyen dolgot ugye az ellenállás valamifajta kategóriái szerint próbáltak meg felfogni. Én azt gondolom, hogy valószínűleg errefele van az előre, különösen ugye, mivel hogy a mai világban, amiben élünk, annyira fontos az,
hogy a megélhetéssel, a reciprocitással, a kölcsönösséggel kapcsolatos vizsgálatokat történeti keretben láthassuk, és ezt valami módon ugye hozzá tudjuk kapcsolni ahhoz, hogy gazdasági szolidaritást tudunk építeni különböző szereplők vagy intézményi kombinációk között. A reciprocitásnak, az önszerveződésnek ugye egészen új körülményei állnak előttünk ebben a mai világban, és én azt gondolom, hogy ez a fajta mondjuk ilyen kombinált gazdaság és antropológia az talán az egyik legígéretesebb disziplina lehet. Köszönöm a beszélgetést, és akkor megnyitnánk a kérdések, a hallgatóság felé a kérdéseket. A megfigyelések szerepéről ebben az egész informális gazdaságban kevesebb reflexióra még szóval is nagyon szóltak, mert nyilván a prostitúció kapcsán ez egy fényesebb kérdés, de a nyomtalanítók vagy vasgyűjtők esetében a megfigyelésnek a szerepéről. Lehet, hogy mást értünk megfigyelés alatt, mert én nagyon hosszan beszéltem a megfigyelésről a saját termésem szerint, de lehet, hogy te nem azt érted alatt. De most a becslés. A becslés. A megfigyelés az a becslés. A nem résztvevő megfigyelés. Nem, igen. Nem az tehát a kérdés az volt, hogy antropológus közgazdász együtt hogyan tudná megbecsülni mondjuk a vasazás által termelt jövedelmeket egy közösségben. A mérésben egy szisztematikus megfigyelésnek a szerepe. Valamikor meg lehet, valamit nem lehet. Hát ez így. Zöldségesnek lehet megfigyeléssel becsülni, de mondjuk a uzsorát nem lehet megfigyeléssel becsülni. Mert nem tudsz egy olyan megfigyelő pozíciót elfoglalni, ahonnan látod. Ez általában az intim, a nagyon szétszórt és a nagyon veszélyes dolgokat nem lehet. A családon belül erőszakot nem lehet megfigyeléssel kutatni. De mondjuk a prostitúciót. A prostitúciót az lehet. Lehet, hogy én sem elég értem a kérdést nála. Nem részül megfigyelés, megszámolod, hogy hányan vannak az utcán, odamész néhány üzletet, elindítasz, megnézed, hogy mennyi az ár, összeszorzod annyi a napi bevétel azon a részen. Aha, nem, ezt így nem lehet. Mármint, hogy ez a prostitúció is az, hogy így teljesen, tehát hogy vagy mondjuk a... Most akkor az, hogy eleve ugye most az utcait, hogyha mondjuk a saját terepemről beszélek, nyilván ez megint más, hogyha a prostitúcióról beszélek, akár csak Németországban a prostitúció, már csak ezek miatt is, amit mondtam, ebben mit értünk bele egyáltalán, és meddig van a határa, szóval amolyat szerintem nem lehatárolható. És tudom, hogy vannak ezek a becslések, hogy na, Németországban, és nem tudom hány százezer nő dolgozik prostitúcióban. De hogy ebbe beleszámolod-e azt, aki mondjuk nem tudom, évi kétszer odament három napra, vagy nem, vagy aki eleve, vagy mondjuk egy diákot, aki mondjuk ugyanígy, mit tudom én, havi egyszer, szóval ez mi ennek a mértéke, szóval emiatt se tudod már azt sem megszámolni, ki az, aki prostituáltként dolgozik, vagy ez milyen rendszerességgel. Hogyha még így leszűkítem, és abban az utcai prostitúciós övezetbe, ahol én dolgoztam, hogy tudok-e ilyen, meg tudom azt így figyelni, hogy na, itt akkor mi a pénzforgalom, tehát hogy akkor itt ki mennyit keres. Annál szintén tényleg van ez a rész, hogy én azt nőként, ha én csak így a nőkkel dumálok, akkor mondanak nekem számokat, egyébként valami fogalmam lehet róla, nekem leginkább is onnan, nem onnan, hogy a Bandival itt beszéltünk előtte, hogy nem onnan, hogy na, én figyelem, hogy hány nő szállt be, hány autóba, hány alkalommal, mert hogy abból az, hogy beszáll egy autóba, akkor az milyen üzlet, mennyi, szóval azt nem tudom, ezeket mind nem tudom. Én mondjuk azt tudhatom, és még ez, ami kb. Nekem most az ilyen a mértéke, a pénznek a mennyiségét számolva mondjuk a legelérhetőbb adat, az mondjuk ez volt, hogy nagyon sok nőnek volt ilyen nagyon kemény sici, aki megmondta, hogy már pedig neked minden nap 500 eurót kell keresned. És azokról a nőkről, akikről ezt így tudtam, ő még valószínűleg, ő tényleg addig nem mehetett haza, még nincs majd 500 eurója. Viszont amit megvan, hazamegy. Tehát akinek mondjuk ilyen sicije volt, az... És akkor ugyanígy a nők azt így mesélték, hogy na ő heti 6 napot szokott dolgozni. Tehát volt egy ilyen, akinek volt egy ilyen a sicitől által meghatározott szigorú szabályozottság abban, hogy neki mennyit és hogyan kell keresnie, az mérhető. De nem mindenkinek volt ez így, vagy nem voltak ennyire egyértelműek. Az, hogy mennyi pénzt ad oda, tehát mondjuk a kizsákmányolásnak a mértéke, az ő megkeresett pénzéből mennyit vesznek el tőle, ez megint olyan volt, hogy egyébként nagyon sokaknál, persze én vigyázok a pénzedre, majd visszaadom,
amiknél volt, ahol megtörtént, remélem, akkor, hogyha valami módon ő mégis tudott nyomást gyakorolni, hogy ezt tényleg megkapja, nagyon sokaknál nem történt meg. De ez mondjuk hónapok után derül ki Magyarországon, amit én megint ő vagy elmeséli, vagy nem. Az, hogy ő elmesélheti-e, az már megint attól függ, hogy velem milyen viszonyban van, tehát hogy ezeket így ebben nem lehet tudni. És én ezért mondom, hogy a prostitúciónál az, hogyha mondjuk így egy rendőr, tehát egy nyomozás indul mondjuk azzal a futtatói hálózat ellen, akkor ők adatot gyűjtenek a futtatói hálózat minden tagjáról, ahol telefonbeszélgetésen keresztül nézik és szedik össze a vagyont is. És ugye ez, ami nagyon jellemző, hogy akkor egyfelől azt nézik meg, vagy akkor a nyomozás az indul egyfelől, ugye, és akkor ez még egy ilyen zárójeles megjegyzés, ami szerintem tök fontos, hogy és visszatér a fogalmakra, hogy most egész, tehát hogy most abban volt a jogszabályi, tehát nem jogszabályi, joggyakorlatváltozás most tavaly év végén abban, hogy mit ért a magyar joggyakorlat emberkereskedelem alatt és futtatás alatt, tehát hogy visszatérve a fogalmakra, ez így, ez ilyen szinten tud változni, hogy van mondjuk egy ügyészségi irat, ami alapján ezt meg kell változtatni. Szerintem az, hogy ők abban indul egyfelől ez egy ilyen jellegű nyomozás, ami azt nézi, hogy hány nőt, volt erőszak, kényszerítés, a többi, de az ember kereskedelemnek a tevékenységeit nézik meg, és párhuzamosan indul egy vagyon, egy pénzmosás ellen, vagy pénzmosás céljából egy nyomozás, annak feltérképezik, hogy mi az a vagyon, amit mondjuk ez a futatói hálózat összeszedett x év alatt nőktől. Amiknek valamennyire össze lehet kötni, hogy ezt most melyik nőnek a pénzéből, de hogy ezek viszont vannak konkrét számok. Nyilván a rendőrség számára ez egy fontos, mert ezek bűncselekmény és illegálisan szerzett jövedelem. Most megértettem már, hogy az az egyetlen, tehát mondjuk amit én csináltam, az egyetlen ilyen fajta lehetőség az volt, hogy maguk ezek a kereskedők vezettek ilyen kis jegyzetfüzeteket a napi forgalmukról. És ezeket tudtam használni, de az nyilván a gyakorlat szempontjából is volt érdekes, tehát az, hogy neki mit jelent ez a számolás, vagy hogy ő azt a számolást azt miért tartja fontosnak, vagy mire használja. De hogy ezek a jegyzetfüzetek voltak nekem ilyen jellegű forrásokkal, lehet ezt mondani. De ha mondjuk, hogyha mondhatok én is valamit, az uzsoránál ugyanez a füzet, minden uzsorás vezeti a füzetet, ahol benne van az adós neve, a kamattartozása, meg hogy mennyi pénz forog. Tehát, hogy azt az elég... Tessék? Kutatók számára nem annyira hozzáférhető. Láttam néhány füzetet, de egyébként beszélnek róla. Tehát, hogy azért nekem kiderült négy terepen dolgozva, hogy körülbelül, hát de ezek ilyen nagyon durva becslések, de mindegy. Tehát egy 800 fős faluba a 130 család, 7 uzsorás osztozik a piacon. És ezt az arányt így megnéztem, ugyanez volt a kis bányászvárosban, tehát 1500 fő, és ugyanúgy 12 uzsorás. Ezt onnan tudtam, hogy meg elkészített 60 uzsorás interjúból, minden uzsorás nem tudta, hogy hát itt a mi falunkban vagyunk 8-an, mi tudunk egymásról, mert ez egy testvériség, mi megyünk egymásnak segíteni. És még azt is elmondták, hogy havonta 300 000 forint forog, és ebből tisztán 200-al tudnak gazdálkodni. De azt is elmondták, hogy ebből egy csomót felélnek, de a másik részét a gyerekek jövőjére teszik félre, iskoláztatják a gyerekeket. Van egy másik kutatásunk, hogy ez az első generációs értelmiség, roma, nem roma. Nagyon soknál kiderült, hogy a pénz, hogy ő egyetemre járhasson, az vagy a édesapja sefteléséből jött, vagy uzsorából, hát, vagy valamiből. Tehát ezért volt az egyik kérdésem ez, hogy a társadalmi mobilitásnak lehet-e ez egy útja, az informális gazdaságban való aktív részvétel, mert nálam vannak erre példák. Igen, és még nyilván úgy választottam ezt a kérdést, hogy a prostituáltak szemszögéből van-e, de hogyha most tényleg ezt nézed, hogy futtatóknak mondjuk milyen szintű vagyont összeszednek belőle, hát nekik van ebből. Mobilitás azért megint egy másik kérdés, akkor mit jelent a társadalmi mobilitás, hogyha az vagyonfelhalmozás, meg értéktárgyaknak a halmozása, akkor az megjelenik, az, hogy olyan jellegű társadalmi mobilitás, hogy egyetem, az nem jellemző. Szóval ez nem mondjuk nagyon, ez most már megint egy nagy, igen, ez megint egy nagyon nagy új témakör, hogy megállnak így a pénznek a használata, szóval hogy a pénznek a jelentősége, hogyan viszonyulsz a pénzhez, ez ami a Vivian, az Elizer ír elő nagyon sokat, hogy hogyan viszonyulsz a pénzhez, és a prostitúció az is nagyon meghatározó, hogy ez egy ilyen, hogy nem egy, tehát nem egy stabil, jó jövedelem évekig, hanem hogy egy ilyen nagyon ilyen hirtelen jövő pénz, aminek nagyon hat arra is, hogy az elköltés, ez most van a kezemben.
ezt most tudom elkölteni, és egy nagyon-nagyon... igen, tehát hirtelen... Jó, hát ezt a csomó zsorás, a kis futtat is, mert de több üzletben vannak benne, ezt úgy mondja, hogy könnyű pénz könnyen jön, hát és igen, könnyen csak, megy, tehát, hogy, és csak az a biztos, ami a zsebben van, hát, tehát, hogy képés. Nem fektetnek hát, be. Hát, még van kérdés. Bocsánat. Kérdéseket várnánk. Akkor beszélgetünk. Itt a végén megint eszünk, hogy az államnak mi a szerepe ebben, részt ugye a szabályozás oldalán, de másrészt meg hát az is, hogy szóval végig ilyen nagyon bottom-up dolgokról volt szó, de hogy mondjuk most épp ma reggel olvastam egy ilyen cikket, hogy ilyen kis összegű EU-s támogatásoknak az ilyen kamu felhasználásai, ami ilyen szintén ilyen kis barágával, mint Magyarországon. Hogy össze lehet valahogy kötni az, hogy kutatja az ember az informalitást, meg azt, hogy működik az az állam, amiben ezek a tevékenységek megvalósulnak. Tehát azt, hogy azt próbálom kérdezni, hogy milyen környezetben, vagy milyen kontextusban, milyen jellegű informalitás figyelhető meg, és hogy aztán milyen következményei lesznek. Igen, ez nem egy tipikus etnográfiai antropológia. Hát ezt csinálják, hát ugye van a Tóth István János és az ő korrupciókutató intézete, akik például a közbeszerzésekről hatalmas, gyönyörű adatbázisokból próbálják vizsgálni, becsülni. Csak durva becsléseket, de ők ott a durva becsléseket adnak ezekről a jelenségről és ennek a trendjéről. Aztán vannak, ez már régen volt, de ennek is része volt, hogy a David Starr meg a network kutatók, akik azokat a hálózatokat próbálták beazonosítani, amelyek még annak idején a spontán privatizáció után, tulajdonképpen utána átforgatták ezeket a vagyonokat valamiféle, hát első tőké, ugye ez az első millió, aminek az eredetéről nem kell kérdezni. Mint ezekben az esetekben is, majd az intergenerációs mobilitáson, mint a maffia filmekben láttuk ki, aztán ezt kifehérítik. Tehát ilyen kutatások vannak, az egy más kérdés, hogy az állam nem támogatja erőteljesen az ilyen típusú kutatásokat, de hát ez szegény államot el lehet fogadni. De akkor bocsánat, hogy... Mégis előre szálltam ezzel a kérdésre, és lehet, hogy azért elkéstem, de hogy egyáltalán a korrupciónak, meg az informalitásnak a kapcsolatát. Tehát amit a Gergő mondott példaként, hogy itt ez bekapcsolódik aztán ilyen nagyobb rendszerekbe. Tehát hogy ez egyáltalán az, hogy ez ilyen korrupciónak tud működni a nagyobb szinten, az mennyire, ez mennyire szükségszerű ahhoz, hogy egyáltalán létezzen ez az iparág. Hát onnan kezdeném a választ, ugye az ajánlóba kitértünk röviden, ugye vannak sokan, akik igazából a neoliberalizmus kapcsán a világgazdaság informalizálódásáról beszélnek. Tehát abban az értelemben, hogyha az informalitást az valamiféleképpen a bürokráciával szemben határozzuk meg, ami ugye nyilván maga után vonja az államot, tipikusan nemzetállamot, akkor ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy pont azt látjuk, ahogy maga az állami ellenőrzés csökkenése folytán tulajdonképpen maga a világgazdaság alakult egyre inkább informális zónává, ugye a piac növekvő felszabadításának eredménye pont az, hogy a felelősség egyre inkább áthárul az emberek különböző ilyen önsegélyező, meg saját megoldásaira, ugye, amikről itt mi is beszéltünk, azoknak mind ugye a sajátos ellentmondásaival együtt, alkalmivá válik ugye a megélhetés, a munka, és rengeteg nyilvános feladat privatizálódik. Ezt mind csak azért sorolom, mert hogy igazából pont ez az egyik fontos oka annak, amiért magáról az informalitásról is már jó ideig igazából elkezdtek egy sokkal tágabb környezetben, kontextusban beszélni, mint ami eredetileg tényleg a szegény negyedekben, nem bérmunkából valahogy mégis megél. És pontosan ezek azok az új terepek tulajdonképpen, amik úgymond a kutatás számára is megnyíltak. Persze itt van itt nagyon sok vita ezzel a dologgal kapcsolatban, ugye, hogy azt lehet-e mondani, hogy igazából ez valamiféleképpen ezt a gyenge állam az, ami ugye lehetővé teszi,
mások ugye azt mondják, hogy tulajdonképpen nem, nincs is különbség a között igazából, hogy most a fejlődő országoknak mennyire van informális szektora, meg a fejlett országoknak mennyire van informális szektora, hisz igazából általában véve jellemző az a modern társadalmakra, hogy ugye próbálják a hivatalosságról szóló képet megvédeni attól a realitástól, ahol a formális és a korrupció és így tovább ugye mindig keveredik egymással valamilyen konstellációban, és ugye pont arra tesszük az erőfeszítéseket, hogy ez ne legyen egyértelmű, hogy ez ne látszon valamilyen formában. Mindenesetre azt gondolom, hogy akárhogy is, de itt azt látjuk, hogy az állam, a piac és az állampolgárság vagy a társadalom került egy olyan viszonyba, amiben az állam ugye a piaci logika kiterjesztésében vesz részt a társadalom felett tulajdonképpen. És ez az, amit igazából, az, amit az előbb mondtam, ugye, hogy a világgazdaság vagy a globalizáció révén ugye pont, mint az informalitásnak, vagy az informalizálódásnak a kiterjedését írtak le nagyon sokan. És azt gondolom, hogyha ebből a fajta látószögből nézünk rá a dolgokra, akkor tulajdonképpen azok a kutatások is, amikről itt most mi beszéltünk, ezek egyáltalán nem ilyen bottom-up, meg ilyen nagyon specifikus, meg ilyesmi, hanem hogy épp ellenkezőleg, ugye? Tehát, hogy... Én ezzel még kapcsolódnék, mert az ugye tökre, majd igazából ezért jönnék meg a prostitúcióim, és ezért én hangsúlyoztam, hogy az államnak, meg a szabályozásnak a szerepét, és ebbe az ugyanígy nem csak a prostitúcióról szól, hanem az, hogy az állam mennyire, vagy a prostitúciót annak a keretében értelmezem, hogy a szexualitáshoz, intimitáshoz, az emberi test, az emberi méltóság, az mennyire bocsátható áruba, tehát ez mennyire terjedhet ki, vagy terjed ki a piac ilyen szinten, mondjuk az emberek értéke, és ez mennyire szabja meg az állam, hogy ezt az ember mennyire dönteti el magának, ugye itt ez a szabad választásként közelíti meg ezt mondjuk egy liberális narratíva, de pont épp ezekben az egyenlőtlenségekben van beágyazva, tehát nyilván ez nem egy szabad választás, hanem egy egyenlőtlenségek függvényében meghatározott pozíció. Tehát ugyanígy ez jelenik meg a prostitúcióban is, például a béranyaságban, ami meg egy sokkal új keletű fogalom, de ugyanígy ezt az ilyen rásul egy globális viszonyrendszerekben értelmezhető jelenség, ahol meg már maga az, hogy a szülési képesség, reproduktív képességeket bocsát, vagy lesznek áruba bocsátva. Itt van egy kérdés még, Ági. Nekem olyan szempontból kapcsolódik a kérdés ahhoz is, amit te kérdeztél, meg amit így a Gergő mondathoz kicsit bővítve, hogy alapvetően a beszélgetésben leginkább azok az esetek jöttek fel, amik valamilyen bűnhöz, vagy általában ahogyan a társadalmak gondolkodnak a bűnről, ahhoz kapcsolódnak, tehát például a testnek az eladása, vagy az a munka, ami nincs kifejítve, lopás, ami a vasozáshoz sokszor hozzákapcsolódik. De hogy közben, ami Gergő mesélt a terepről, így eszembe jutott az a sztori, ami körülbelül a te kutatásod környékén volt, amikor a Románia úgy döntött, hogy kell adóztatni az esőtűzést, mert ugye az egy olyan gazdasági forma, és egy olyan gazdasági cserekapcsolat, ami annyira erős kezd lenni, hogy egy iparággá nő, és hogy ez éppen ideje adóztatni, és akkor erre egy ilyen egész, hát ilyen több hullámos felháborodás reagált, és az egyik legszebb példája volt annak, hogy hogyan lehet ezt elképzelni így terep közelében, így azt mondja, de hiszen ez ajándékozás. Mm-hmm. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy cserekapcsolat van, ami ugye gazdasági és az államnak ezt felügyelnie kell, hanem így, hát emberek vagyunk, egymás között ajándékokat osztunk. És hogy így azt igazából a kérdésem az valahogy oda vezetne, hogy amikor nem ebben a bűn keretben, vagy így a... Tehát az informalitásnak ezt a valamilyen szinten már bekeretezett, vagy bűnként elképzelt, vagy valamilyen szintű illegalitásként elképzelt vonzatai vannak, akkor így milyen morális keretek jönnek még elő a ti kutatásaitokban, amik... Hát, Bánti, én most azért nem akartam elsőként reagálni erre, mert szerintem ebben tényleg tökre különbözők a témáink. És hogy nálam nyilván én azt hiszem, hogy így én ezt hangsúlyoztam, és hiszem az én témámnál azért ez nagyon releváns, de ebben talán tényleg más, még a Gergőnek a témája, vagy ahogy a Bandi, amit látja ezt a kérdést, mert nálam ez mondjuk egy, tehát ez, amit mondom, ez egyértelmű, ez egy olyan terület, ahol az én kutatásom szorosan kapcsolódik az emögött meghozódó szervezetbűnözés, ott ezek szerintem nagyon releváns fogalmak.
hiszem, ahogy ez mondjuk hogyan lehet ezt, és hogy ez egyféle terület, de ez lehet, hogy a Gergőnél mondjuk máshogy jelenik meg, vagy nem tudom, így. Szerintem úgy hiszem, inkább neked szól a kérdés. Igen, hát én amennyire lehet, próbáltam hangsúlyozni azt, hogy ha azt mondjuk, hogy igazából a gazdaság és a moralitásnak valamiféle helyi szinten holisztikus vizsgálatára törekszünk, akkor ezek a dolgok mind benne vannak. Hát most igazából csak az jut eszembe, hogy én nagyon konkrét legyek, hogy különböző helyzetekben ugye milyen tranzakciók, vagy milyen tranzakciós szabályok lehetségesek. És ugye erre is vannak nagyon sokszor különböző kategóriák, azok, akikről én írok, ők ugye mindig megkülönböztették egymástól azt, amikor valakik egy kombinációt csinálnak, vagy amikor valaki kollaborálnak egymással. És nyilvánvalóan igazából valamiféle ilyen normatív reciprocitással szemben mindig, amit kombinációnak neveztek, ugye azok voltak azok a lehetőségek, ahol igazából át lehetett verni valakit tulajdonképpen. De mégis ugye azok mindig nagyon különböző helyzetek voltak, hát ezért is volt rá ugye külön név, amikor az egyiket vagy a másikat gyakorolták. De ugye ebben a magának az átverésnek, hogy az micsoda, ugye, tulajdonképpen ehhez ugye azt is érdekes részletem. Ha nincs több kérdés, akkor szerintem nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek ennyien, és köszönöm a beszélgetőpartit.